Néző. Szia, bot néző! Hello, és nem bot nézőknek is hello. Na, hát annyit azért el kell mondanunk, hogy itt le kell várni egy percet, elfogadom. És el kell fogadnunk a szabályzatot, de addig elmondanám, srácok, hogy nem... Kitty, nagyon szépen köszönöm, Robi, neked is nagyon szépen köszönöm, szubokat, nagyon nagy királyok vagytok, köszönöm. Köszönöm 4 hónapot, Kitty, Gergő az egyet, Jászmin, köszönöm az 1,9 dodót, nagyon szépen köszönöm. Valószínűleg nem leszünk ott, vagy hát nem, valószínűleg nem leszünk ott a rettegések éjszakáján. Aki esetleg keresne minket, az szeretném, ha tudná, hogy mi most már nem nagyon leszünk ott, technikai okok véget, de jó szórakozást kívánunk mindenkinek, aki elmegy, és jó mulatást. És még egy közérdekű közlemény, szüli hónap van. Tehát nem sokára születésnapomban lehet készülni tánccal, verssel, szonettel, balladával és mindenféle meglepetésekkel. Mai naptól starttól, és egészen január 2-áig fog tartani. Ja nem, december. Köszönöm. Tibi, kösz szépen a 2005-öt. Nekem tényleg ma van. Most bazeg... Nem mondj már ilyeneket, hát nekem is szüli hónapom van, tehát ez nem hazugság. Érted? Szabolcs, kösz a 4 hónapot. Hello. Szevasztok, szevasztok. Jesszusom, ez Roblox. Igen. Szevasztok, mondd egy esti mesét. Itt a mese, hol a mese? Kitty, kösz szépen a 6 hónapot, Gabcsi a fél éve. Nagyon szépen kösz mindenkinek, hello. És már is indulunk. Éneklek neked, nagyon köszönöm. Én nagyon szeretem az énekléseket most. Alex, kösz a 400-as, nagyon szépen köszönöm nektek, srácok. És nagyon szépen köszönöm, hogy hétvégén ennyien eljöttetek a jótékonysági akcióra, podcastban is beszéltünk róla. Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen. A cash-t a mai nappal el is utaltam a bizonyos alapítványnak. A podcastban beszéltünk is róla, hogy mit finanszíroz meg ez. Egy éven keresztül egy mesemondással kapcsolatos programot finanszíroz meg ez az összeg gyermekek javára. Úgyhogy nagyon királyok vagytok és köszi. 705 per 1000 forintot árultunk belőle, és 1 millióra kiegészítettük azt. Ennyi volt a híradó, oké? Na, köszönöm. Szia atyám, szeretlek, fúj. István, kösz az 1000-et. Nagyon szépen kösz. Most leszel 20 éves. Az egyik cipőm az igen. 36. Meg se látszik. 30-at letagadhatnék, bazd meg. Hú, én már nagyon izgulok egyébként. Ugye? 18. születésnapja lesz a Lilikének. Megszerveztem neki mindent. Ugye, csak nagyon rendes vagy, mert minden. De milyen ajándékokkal készültél? Azt tudnád prezentálni? Hát, mert ilyen szarságokkal nem lehet ám itt lebenni a lábáról, tehát nem tudom, tudod-e? Nem, én... Hát igen? Nekem üzletember vagyok, üzletek, jó, üzleteim vannak, az pénzzel készültem, de... Sima ne, pénzzel? Nekem is készültem igazából pénzzel, mert ja, gondoltam, hogy te vagy, vagy az apja. Zoli, kösz szépen. Neked is kijár, érted? Jó, bazd meg, tényleg nagyon rendes csávó vagy. Fű. Mennyi pénzzel? Ezt lehet tudni. És te mivel készültél egyébként? Én? Figyelj csak! Először is, amit itt említettél az előbb. Jó, figyelj, nyíltan beszélj, most 4 szemközt vagyunk, ugye? Persze. Hogy? Na, tudod, hogy befolyásom van különböző területekre. Még pedig? Hát, hogy milyen irányba menjen itt a téma, tudod? Érted, hát, ugye? Nem értelek, nem. Lekönyököljelek most mindegy korsó poharat, vagy? Játszol, most, most van a lányodnak a 18. születésnapja, legalább már most az egyszer ne legyél már ilyen agresszív. Először is álljunk meg egy ásulnyomra, tisztelettel, vagyunk mi tegező viszonyban. Ha? Ne orra nyergem bassza. Hát, mivel én vagyok a lányodnak a barátja. Az akkor mi van? Megengedtem, hogy tegezzél? Mert most már tényleg megy fel a cukrom. Először is tisztelettel beszél, jó? Na. Milyen készpénzekkel készültél nekem te? Amúgy is neked még
Kösz szépen reggire. Azt még hadd mondjam el, hogy a lányodtól neked bocsánatot kell kérned. Mert 10-12 évig, már nem tudom pontosan, te börtönben voltál. Nem voltál ott a lányod mellett. Na először is figyelj ide, te papagáj. Fejezd be a dadogást, mert rád rúgok. Először is. Másik pedig az, nem tehetek. Te engem itt ne számoltassál el. Meg kirúzsozlak passzal. Érted? Te ki a geci vagy te? Ha? Bocsánat. Én Frank. Szia Frank. De... Szia. Most ezt nem azért mondom ezeket, hogy felszámoltassalak. Akkor meg halkítsál ezek magadon? Ezek a tények. Jó van, ülj le magadnak, Marsi Anikó, jó? A tényekkel együtt, na. Kínálj már meg egy kis pénzzel. Ki az a Marsi Anikó? Kínálj már meg egy kis... Tudod mi van? Több cégik nincsenek, minden. Ezt most egy nem tudnál megkínálni. Hát én nem dohányzom. Hát azért mondom, hogy nem cigarettával, hanem készpénzzel. Tomesz, köszönj szépen! Persze, hoztam neked itt, majd ott bent fogom átadni. Jó, mostantól úgy meg leszel szopatva, de Lilikét azt fogom mondani, hogy te egy perrahajder vagy. De most ezt miért csinálnál? Akkor menjen innen, akkor miért? Hát most majd szopni fogsz, meglátod. Szemtelenkedsz, meg játszol itt a picsádat. Hát most már ennek itt a vége. Csak mondom, neked reszeltek. Holnap már neked nem kötyül a rigópia. De miért csinálnád ezt? Mert amíg nincs készpénztámogatás, addig mit persze, ha? Jó, állj meg, akkor tessék, itt van, nézd. Máma néztem a Loka Panterát, és azt mondta, hogy ha nincs pénz, tessék. Nincs produkció. Köszönöm. Szívesen, ebből már vehetsz annyit cigarettát, amennyit csak akarsz. Köszönöm. Loka Pantera rajongó vagy? Ki az a Loka Pantera? Nem ismered? Nem. Pű, apám. Te tényleg egy berém vagy. Na gyere! Megérdemli, köszönöm. 56-os, köszönöm az 5 hónapot. Gergő a Szubolt. Sziasztok! Szevasztok! Ki nem hagynál a kis kereszt a szülnapjét. Szia szerelmem, úgy örülök, hogy eljöttél. Szevasztok, szevasztok! Szia, apa! Na, szevasztok, kis jányom. Á, nagyon szép is a szerelem, én mindig tudtam, a Lajos kb. Egymásra fogtok találni, úgy összeilletek. De hát én Frank vagyok. Nem Lajos. És Lajos vagy Frank? Döntsük már amúgy. Frank, hát itt a személy igazolványom. Hát az kiagecit érdekel a személy igazolvány. Amúgy tényleg kiagecit érdekel. Te lerúgd a biciklibben ső. Jó, ezt a gyere, figyelj csak, tudod, szia! Jó vagy, John? Szia, jó minden, persze. Jack. Jöttünk bulizni. Sárban van a deck. Milyen, figyelj, hát válaszol, mi a helyzet? De... Kisjányom, figyelj csak ide, mi a helyzet, jó vagy? Igen, apa. Most én mondom, hogy dohányzom egy terem. Jó vagy, fiam? Nagyon-nagyon tetszik. Hát, ha? Jól vagyok, igen. Figyelj csak, ez a kis puzi ott poposkodott nekem az étterem előtt. Tudod, mit mondod? Miről beszélsz? Gyere, tudom beszélni négy szem között, gyere már, légy szíves, kisjányom. Hogyne, apa. Arról kösz az 1-19-en. Figyelj már ide, te mit foglalkozol igen, ezzel a bájkúrán pozzukkal? Minden oké, Lalikám. Mondd már meg. Én csak leszteztem a budit. Jól érzem magam vele. Hát én ezt ez üdvözlendő hívom. Vendégem, mindenki a vendégem. Nem látod, hogy egy pillanatás geci? Szalaj. Dehogy, gyere már ki, mert nem hallok semmit. Mivel szolgálhatok a kis mindenet? Szevasz, anyukám. Szóval figyelj csak, Lalikám. Most miért mondod ezt, apa? Hát mert én féltelek téged, érted? A nagyapám mondta mindig, hogy van egy telek, és annak a fele az enyém, az egy féltelek. Érted? És féltelek téged. Mert ezzel a passzopóval összeálltál, érted? Mint az izé. Mákos beigli. Hát figyelj, és beszélni meg nem tud. Ledadok be az, amit hidegen az izé. Érted? Mondjuk, hogyha nem lettél volna börtönbe, akkor már meg tudtuk volna ezre. Ezt beszélni. Nagy mert... szükségem lett volna rád. Na figyelj csak ide. Nem passzol még állom, de egy szemrehányásra indítod. Ha? Mert haragszom rád, apa. Miért mentél a börtönbe? Megint itt hagytál. Mindig itt ezen a teraszon nagy tanításokat mondtam neked. Most is fogok, jó? Jó. Azt mondom, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessék. És ez igaz. Tudom, hogy ez ilyen bibliás geciség, de tudod, ez az igazság. Mert te ebben de a cipőben... De akkor miért ítélsz el? Ebben a cipőben nem álltál, és ezért nem... Ez más. Ez meg más is lenne rám. Meg büdös is. Érted? Tehát azzal a pillanatás gecivel mit foglalkozol, te piólány?
Érted? Hát az olyan járásról, mint a segbe baszott daromadár, és ezt szeretetben mondom neked. Érted? De apa, nagyon szeretem. Mondtam már neked egyszer, a szerelem olyan, mint a lábszag. Egyszer kurvára is rosszak, hamar elmúlik. Érted? Hát akkor elmúlik majd, de most úgy érzem, hogy sohasem szerettem még ennyire senkit, mint Franket. Senkit? Az apádat, anyádat, se te normális vagy? Mindjárt főpapozzal. De apa, téged nem úgy szeretlek, meg anyád se. Hát hogyan? Hát nagyon-nagyon-nagyon, iszonyatosan nagyon-nagyon, de nem szerelemből. Assza kurva eget, bocsánat. Beszeres! Elnézést. Mi apa? Figyelj, csak a gyomromban van valamit. Na gyere. Jó, jövök. Ezért, Lajoska, füzet Domperignont hozzon. Figyelj, mi az a pélmeszkusz zsangót az asztal mögött? Mizével? Szeretnénk kocintani pezsgővel. Ezek a barátaim? Jó, akkor már is van, szolgálom fel a pezsgőt. Tibor Pérpi, jó napot kívánok, uram, tiszteletem. Tiszteletem. Jó napot, mi a helyzet? Végre látom, hosszú idők után. Hát mi történt? Hát már nagyon régóta nem láttam, valami 10 éve nem láttam. Hát figyelj csak ide, most szalad az idő, mulat az ember, úgy mondják, tudod? Hát, a bűnözők csak gyorsan, ilyenek. Mertemben volt ott, hamar érted ott. Na, hát akkor mesélni akar róla az úr. Tisztelek te az apósoddal. Figyelj csak ide, te passzopó. Hát jó kicsit, van. Ne jó van hozzám, mert oda baszok egyet, te csicska. Kicsit diszkréptebben. Nekem ma mondja. Dehogyis nem neked mondom. Hogy mondod, neked mondanám, te passzopó. Akkor jó van. Ha? Szóval... Ne dohányozzon itt, kérem már, mert... Jaj, nem probléma. Nem? Akkor majd kifizetem a számlákat, jó? Rendeztem mindent, Frank. Beszéljünk. Igen? Mert mondanak annyian minden félét, ebben zsibong a fejem. Köszönöm, hogy eljöttetek. Szóval tudod, mi volt? Kelet-német pornosztár voltam 10 évig. Az igen, az igen. Basztam őket rongyosra, szanaszét. Hegyekbe voltam fel a flapévét. Tudod? Korbácsoltam őket passzal. Úgy néz ki a cerka bébe, mint egy mondjuk a Simpson standard. Az nagyon verhető volt. Jöjjön félre vele, most akkor meséljenek picit. Szóval ilyen ebben voltak. Voltak nagy nők, afrika, úgyis akarok kérdezni. Mi a baj? Utána kiszolgálok úgyis mindenkit. Frank, fejezd már be most már. Aztán nem lesz nagyon sok idő. Hát kérdezzük már Tibor Férfi. Hogy a ronyba tekert, báratos, rövid görbe, kurva élet passzába lehet elviselni ezt a szájba tekert zsongást, ami oda bent van. Te egész nap ezt hallottad, hogy csipog a sok köcsög, mint a Tesco-s lopásgátló. Ez a miért nem baszolod egyet pázoknak a sok pletykás geciknek? Há? Na, de amúgy igaz, hogy börtönben volt. Dehogy igaz, fiam, hát én? Becsületes vagyok, bazd. Mert amúgy így, ahogy rendeztik itt a bulit, meg minden, és akkor így hallottam, hogy a lányom meséli. Jó, hát csekkbe basztam az összeset, érted? Ez az igazság. Akkor most mégis? Nem, a börtönön kívül. Nem. Börtönök. Ne hallgass ezekre, bazd meg, ezek ilyen pletykás gecik. Látod azt a bén kurvát? Há, látod? De a lánya... Lányomban? De a lányai... Igen? Hát ő mondta, hogy börtönben volt. Na, csak ön akar vágni. Tudod? Há, jó, elmondom az igazat, oké? Okay? Na, igen. Figyelj, csak artista vagyok. Cirkusszal utaztam még a világot. Esküszöm neked, oroszláni domár vagyok. Monocikli. Hogyne. Kellett a pénz. Monociklis. Oroszlán idomár vagyok. Bohos cipőbe. Pedig ez a tornacipő, ez nem rossz. Hát bohos cipőt nem tudok elképzelni magát. Én megmondom neked, börtönben sose voltam, becsületes vagyok. Hát... hát én is. Úgyhogy igen. Tomi, kösz szépen. Megértem. Az RP Vodafone minden este egy kis boldogság. Nagyja részt. Figyelj csak, Tibi. Igen. Kérhetnék tőled egy nagyon nagy szívességet, hogy szopjam be azt a nagy csülök papádat. Igen. Figyelj csak, van ott az a prank. Tudod, az igen. A baseball sapkás köcsög. Persze. A kis múzol, meg pózol, érted, meg van feszülve. Jézus a keresztül. Hát ő fizeti az egész estét, igen. Figyelj csak, megtennél nekem egy nagyon nagy szívességet. Persze. Tudom, hogy ő beállítottságilag. Valószínűleg gyerekkorától ismerem, és szerintem az újjazza magát, érted? Szerintem csőbuzi.
Megpróbálnád elcsábítani. Nem lennék hálátlan. Én? Nem kell tetlegességük fajulnia, csak hogy a nyitottság megvan a részéről. Nem lehetne, hogy inkább akkor leverjek neki egyet? Nem vagyok az a hombár. Figyelj csak, vagy esetleg a lányát. Na? Mert nem vagyok az a beállítottságú, hogy de én nem kell annak lenni, tudod, ez csak egy teszt, hogy mi van veled, Frank? Kell egy kis hús. Mert és látom rajtad, hogy most a szemed dús. Látom, és hogy mi lenne, hogyha a lányát csábítanám el, hogy ez legyen a teszt? Fejezd csak be, a teszt. Csak teszt. Nem csábítasz-e senkit, bazd meg, ne idegesítsél már föl. Most komolyan mondom, hát még az előbb megfizetlek. Előbb még a srácot. De azért mondom, adok 100 000-et, na. Próbáld meg. Csak így mutogass neki messziről, tudod? Nem vagyok annyira jó. Hopozgattad, leszoktád őt, meg ilyenek. Meg srácokat csábítani? Nem tudom. Tibi. Én nekem ez újdonság. Mondom, hamarabb leverek neki egyet. Ha kell, akkor megteszem. De az, hogy jó, csábítsam azt a srácot, ott... Mit hát, igen? Az perc arra, ott a konyhába. Hát de akkor az olyat csattam, hogy... A szar kiugorjon a fehér csempére, nekem mindegy. Meg az a baj, hogy ő fizeti az egész estét. Á, fizetem én. Dupláját. Előleget is adok. Megpróbálom, jó? Na de figyelj, szedd össze magad is, légy szíves, ne okozzál csalódást. Nem leszek hálátlan. Jó, rendben. De okay. Kiterülne, hogy buzi, érted? Uh-huh. Akkor nagyon gazdag lenné. Én nem mondom őszintén. Megvillantod neki a kis csökött passzodat, rácuppan-e vagy valami. Ennyi basz. Hát azért olyan könnyedén nem mutatnám meg másnak. De figyelj, már gazdag lenni örökre. Ne idegesítsé, meg letépem a pajaszod. Hát hogyne? Nem kéne egy szolgálizét alkalmazkodni, a sok buzinak itt izé proliskodni, érted? Nem vagy te komornyik, hogy basszam ki azt a gyökérfejet. Na jó van, egye fene, csak a pajaszomat ne bánasd, mert ez a szexepillantó. Azért mondom, szívfő magad, vállalkozó lesz, a éjszakában jó ispert minden. Csak na jó van. Akkor adaverek neki, na jó van, egye fene. De akkor nagyon. Jó, na, köszönöm. De akkor mindjárt, jó? Nagyon jó vagy, Tibikém. Te papran szebb jött. Ezt most sütötte a tíbor. Nem igaz, hogy beszekednetekkel. Szevasztok. Az igen. Felvágom itt nektek a pizzát szépen. Köszi Rózi néni. Kicsit a szemlák miatt így tudunk beszélni. Félre tudnál jönni? Persze, nyugodtan. Elnézést, bocsánat. Mit van a poár elviszki? Mi van csövesek? Mi a helyzet? Megvagytok ülve, mint a mármoszor. Szevasztok. Esznek. Hát most kölcsizünk a vágjál már nekem is egy szeretett dolgot, mert tockom már. Hát ott van, bazd meg, hát vedd el az asztaltól. Mi vagyok én? Keresd meg a tartozom. Még ugye a számlázás az folyamatosan fog menni, mert ugye a folyamatos... Jaj, egy picit kilóg a faszom. Várjál, bocsánat. Na, mit szól hozzá? Azért picit így... Az nem semmi fasz, de... Tudom, mi köszik étezni? Igen, igen. Most igen. Hát nem tudtam, hogy ez így... Csak így? Tettetősben, igen. Most nem rosszból, csak kérdezem. De, hát, most komolyan tetszik, tényleg? Nem tudom. Nem tudod? Hát most inkább most akkor elrakom, hogyha nem tudsz rendesen válaszolni. Na mit csinálsz? Na most komolyan, he? Hát véletlen kilógat. Azt mondtad, azt számlák... Igen, de közben meg elfelejtettem beszélni. Rendesen lehúzni a slit, vagy mi az, felhúzni a slitcemet. Hát Istenem, hát ez ilyen. Amikor kapkod az ember, meló van, minden. Plusz ugye ez a szervezkedés, persze, hogy kilógja. Előfordul, ki van a tököm, érte szó szerint, ennyi. De egyébként te de azért meleg vagy? Rá akartál nyúlni, nem? Nem. Most komolyan, felé nyújtál, nem? Nem vagyok meleg, te képzel. Ne haszudjál, láttam, hogy nyúltál fele! Mi? Láttam, hogy rá akartál nyúlni a passzra. Leskelődsz? Nem leskelődök, akkora passzabban a szomszédban is látni. Te mit képzelsz magadról? Te mit kérdezel föl, te verépgeci? Ha? Itt nézegeted a pincérpaszt? Há? Kitette elém a passzát. Pincérpassz kell a picsárdnak? Há? Kitette elém a... Te nem szégyellette magad? Nem. Jó, ezt jelentenem kell. De most te normális vagy? Elnézést, bocsánat. 21 a korhatár. Tosztot szeretnék mondani, jó napot. Hallgatjuk. Köszönöm, hogy eljöttetek erre a rendezvényre, azonban egy kis kudarccal és csalódottsággal szeretnék fölállni elétek egy beszélgetést. Szállj már le az asztalról! Figyeltek, a popátokat befognátok? Szállj már le innen!
A kurva anyádra. A darabó se tegy már lehet, most engem miattad megült, darabó. Elsén el. Te mi a kurva anyádat képzeled? Hey, az öregedet, te mit? Te! A rám, mi a szóljunk? Kibogatjátok! Helyezzétek! Te kinek tud eszembe magad, te? Figyeljetek csak! Szállom, na meg ki van fizet, papi, pizza! Fejezd be, te csöves geci! Apa, Frank! Álljatok! Lili, nagyon rosszba leszek apáddal. De majd ne verekedj! Elnézést! Húztad fel magad! Elmondanám, hogy egy incidens történt az előbb. Tibor Férfit szólítanám első tanúmat. Aki... Kitalálja az egészet. Nem, ez nem így volt. A Frank oda ment, elővette a Tibor Férfi a péniszét, és sajnos... Frank... Az rá akart nyúlni. Nagy! És ebből a kellemetlenségből pakodva szeretnék világosan lásson mindenki, hogy a prank egy passzhajlító puzi. Köszönöm, Tibor Férfi. Az események alátámasztása érdekében felszólalást várok magától. Köszönöm. Jézusom. Hát a Lili azt mondta, hogy megbaszta már a Frank. Mi van? Ez az, figyelj csak te magad, vidd innen azt a pélnotás gecit, pusztítsad innen el magadat. Én teljesen hetero vagyok. Már tudod hányszor szexeltünk a Lilivel? Te ne szexelgetem. Na hányszor, erre én is kíváncsi. Miért akartál rányúlni? Így van, gyerünk Tibor. Ki akart rányúlni? Te vagy a meleg. Nem csak dadok, hanem még Lili, gyere maga a fiúkat szereti. Szóval itt azért volt. Te Lilion Tipro. Szóval. Nem két éve kurja. Tulipán taposú. Mit kur két éve? Most mi van itt? Ez nem normális. Behív. Behív az. Gyere csak Lili fia. Te felfogod, hogy egy buziból akarsz összeizélni? Össze kurvékolni? De apa, nem meleg. Akkor minek fogdossa a Tibor Férfi passzát? Szer tudod magyarázni? Hobbiból, biztos, vagy mi? Hogy nem fogta meg itt a Tibornak a passzát. Azt hitt, hogy kapaszkodva a metrón, vagy mi? Mi meg akarta húzni, mert csengő? Hát az rányúl. Pont egy étterembe fogja ezt csinálni, azt üli napomon. Nem tudta magát tűrtőztetni a rohadt húsevő, érted? Ez nagy kanállal havzsolja a passzokat. Ezt komolyan mondom neked. De apa, tudom, hogy mennyire szeret. Akkor ott vagyunk hálóban. Jó, van, figyelj, amikor mindegy, egy... Én engem nem zavar, figyelj. Passzagú lesz a lehellet, a te gondod. Engem nem zavar. Nagy májkrém szagú lesz. Te nyomjad. Hát nekem mindegy, fiam. Elnézést, kisasszonság, egy pillanatra. Tessem eljönni, gyönyörűs. Micsoda terpesztése van magának. Tessem eljönni. Nagyi! Miért a fa? Jöjjön csak nagymama. Nem lehet, a Lilikére nem teheti rá a kezét. Kicsoda? Itt hagyjálok a nagyival, apa? Légy szíves. Kire nem tudok ki? Én? Én mindjárt a passzomat teszem a maga szájába. Ez az apám! Gyere csak ide, te rohadék. Látom, hogy kívánsz engem. Látom, hogy hogy nézel te dögeből. Hogy nézel? Látom, hogy csorog a nyálad te. Gyere ide, kuka, még úgy megbasztok össze a passzom magad. Na, arra, hogy a már, de én öregekkel nem kezdtek ki. Milyen öregekkel? Alád berdék, cikrázd a szemed. Te csillagszóró lennél. A gyere csak vele figyelj. Félfogamra nem lenne elég maga. Gyere csak kis jányod. De minek viszed azt a dobozos sört te? Hát olyan alkoholista vagy, hogy nem lehet rágyújtani körülötted, mert lágra lobbansz, bazd meg. Ha? De nem az enyém, a Lilikének vettem. Na figyelj csak, gyere hajolj be itt nekem a kukánál egy picit, gyere. Na figyelj. Meg kell keresni valamit? Hát azt is lehet mondani, gyere csak ide. Mit kell csinálni? Figyelj, megmondom, én kiszúrtalak most. Már egy ideje figyellek téged. Jaj, ott az a nyaklát, azt kell kivenni. Figyelj! Kivezem én neked, várjál! Nem tudom, kufircolás nincs? Na mindjárt megvan! Várjál, én is megtalálom. Közben lehúzom a sliccemet. Megpofozom a répát. Nem tudom, van-e kufircolás. Félrehúzom a nézd csak ezt! Ja. Benyomom. Az igen. Ő milyen porró há. Ez már 10. Nincs kufircelás? Mi ez? Mi? Mi az, hogy mi ez? Semmi. Nézelődjél. Mi viccánkol itt?
Figyelj csak! Gyere csak, hogy tett a disznó tojás. Megbasztalak most téged. Egy kicsi ízelítőt kaptál. Tudom, jaj, maga mit csinál? Ne ellenkezzél, te kurva! Ne merjél fejjel hozzám nyúlni! Ne, mondom, ne ellenkezzél, mert ki van száradva a pinád, mint a sivatag? Vegye le a mocskos kezét rólam! Te rohadjék! Na, látod? Elájultál, sokkot kaptál, bazd meg! Olyan jó volt! Lili! Lili! Van ilyen? Lili! Nincsen, nincs kufír szemek. Hol vagy? Lili! Zákkolod a gyádat! Jó napot! Nincs oda volna! Figyelj csak, ha nem így lett volna, akkor ez nem lenne agya. Szállatlan bigája. Nem lehetne beszélgetni a kultúrádra, mindig csak itt. Ja de. Fasz meg, nem is tudom, putrisok, visítotok állandóan. Én bigát mondtam, nem. Nagyi, most olyat mondtál, hallod? Ha nem így lett volna, akkor nem lenne anya. Misora? Ha nem csinálták volna veled azt, amit mondtál, akkor nem lenne anya, nem gondolod? Igen. Azért remélem, kicsi flenkik nem lesznek. Hát végül is ez a természettörvény. Flenkike. Te már csak tudod, Tibor. Na, ki kér egy sört? Én kérek. Mit mondtál? Kocintunk például, vagy mi lesz? Azért remélem, ilyen kis ízék, ilyen kis... Dániel, köszönöm. Szeretnéd, akkor személyesen is adhatom a hátul. Még egyszer, Dani, köszönhúzzod ott most. Most látom, ez aranyos vagy, köszönöm. Vagy hozzá pohárba. Zuli hónap, kösz szépen. Pohárba szeretném. Peti, kösz szépen. Jó, már is készítettem. Nagyon szépen kösz. Megütöm még ezt a tibit. A gyengék elhullanak, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ilyen miért? Teszkusz a csóra. Mi van? Hozzá a pizzát. Tibi, ezért mi van? Mit mondta, nem maradtam. Körül néztem a konyhán, hogy fasz a mindenet. Nem verhagál a csótányok, hogy ilyenek. Melyik az ő pizzája? Annyira nem. Zsuzogott kurva, az melyik pizzája? Mondjad, Nagyi! Ne nézzél rám, így Frankiket! Nem tudom. Jaj, nem tudom. Nem tudom. Rád nézzél. Én ittam. Neki is meg akarod fogni. Nem anya vagy. Összezacsízzuk a pizzáját. A fasz, rá kell szarni. Ezt el kell kenni. Nem az az fent. Szerintem csak kultúrát az acskókat dörgöljük hozzá. A fasz, hagyd menjen a kóli. Érzel, valamit csinálunk. Már én megkérdezem a Tibor. Itt van, tessék. Köszönöm szépen. Különlegesben. Hát menjünk a konyhába, szarjunk rá a pizzára. Köszönöm. Meleg lett. Nagyon szívesen. De ezt már te használtál. Peti, kösz az 5000-et. Robi a fél éve. Ez nem használt, ez vadi új. Itt van egy, nézd csak. Mitől ilyen nedves? Ebbe ki... Várj, figyeld meg, jönne valaki oda szarom. Oké, Nagyi. Várjál meg kicsit, nézed már az ajtóba. Jön valaki? Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Felhúzzom el a drágom. Köszi, Nagyi. Ú, jöci. Nem tudom, hogy volt. A tojra egy kábelt, azaz. Hát még a világosabb, mint pajtábúval, még jó is néz ki. Ide jövök, elveszem a kést. Elkenyem ott rajta. Ott azt a bárdal kicsit dolgozik. Megigazítsuk. Bazzuk, pacika, mi van rajta? Erre rá lehet hazudni, hogy oregánul vagy. Tényleg, bazd meg, ez izé. Fel se tűnik. Okay. Bármelyik jó. Elnézést, Tibor Pérfi, merre Tibor, van a mosdó? Igen. Nem találjuk, azt hittük. Hello, hello, igen. Erre van a mosdó. Jelenleg most a felújítás miatt ugye a mosdónk az zárva van, úgyhogy sajnálom. Hova? Ja, semmi baj, köszönjük. Sehova. Cigitek? Adjatok majd cigit. Hát, mással te nem tudsz pikázni, mi? Maradjál már. Megfejellek. Ne lökjél már meg te. Keménykedsz te. Gírnyau te. Gyere már, Johnny. Köszönjük. Ne, ezt nem mi irányítjuk, az öreg vezet minket. Ez az igazság. Igen? Johnny. Mondja, fiam. Gyere már. Elkezdjük a kis cigit. Fél évet. Igen. Itt a Johnny úrral szeretnék kérni, hogy a Rózi úr, Rózi mondta, hogy a pizzáját szeretném már kurvára. Vidd már ki neki, légy szíves oda a pizzáját azt az asztalához. Az az övé, igaz, ami ott van. Ez az, ami itt van. Figyelj csak, Tibor, például arról kéne gondoskodni, csak ő egyen ebből, mert nagyon néhes. Tudod? Szóval azt mondtam már, hogy mindent fölzabálja egy kapásra. Jó? Uh-huh. Jó, már is akkor. Köszönjük szépen. Figyelj csak. Á, mindegy. Gondolod, semmiség. Hogy passzunkkal összekenhessük-e. Ja. Nem vagyunk ilyen gecik. Jó? Nem vagyunk ilyen szarházia. Minek nézel minket? Jaj. Várjál, innen hátulról nézzük. Hogy ne faljam, és hol van? Hol van az a dagadt kurva? Nem tudom.
Idehajolok, beleszagolok a hajába. Gertrud névére se lesz rossz az a pizza, nem Gertrud névére, ha is szeretne jó pizzát. De magam meg én mit csinál amúgy? Kicsoda? Na. Én? Rendőrségi fejlelzést fogok tenni. Kim van a Rózi? Ne idegesd, üljél magadnak. Üljél a picsádra. Figyelj már. Magam meg nem parancsol. Johnny. Igen? Johnny. Várj már meg ezt az úr. Ha megnézzük így a Gertrud nénét, itt a hátán a bőrt. Megfognánk, meghúznánk, azt egy befőttis gumival összegumiznánk. Lehet, hogy kifeszülne, azt egész jó nő lenne belőle, nem? Ez bazd meg kidob, de 10 000 méterre van az a mókus, a repülő mókusdék. Ja, igen, igen. Ez úgy szállna, mint de, a szar. Baszki. Sirályszor a lebegőbe. Nagyon szépen kösz. Oda is mindenkinek. Adtam neki a pizzát. Jó, már remélem, hogy jó étvágyja megeszi. Nagyon köszönjük Tibor Pirpi. Nagyon szívesen. Igaz állások vagyunk. Ez a munkám, kérem. A vége a bulinak, én is megyek haza, sziasztok! Szevasz, Daga! Tibor, akkor otthon várlak. Ez a különböző, hogy forduljál már meg, mekkora ilyen vagy a túloldat. Jaj, Tomasz Kánálban a pizzát. Lehet akkor tovább lépni. Lilike, meg szeretném köszönni, hogy meghívtál minket. Ezt a Franket, ezt nem, a köcsiküdőr betomlád, de most már tényleg, mert odavaló. Mehetsz ott, Tomikám, mindjárt. Jó, figyelj már, gyere már, Frank, nézzél már arra, mekkora éje vagy. Apa. Igen, kislányom? Hogy érezted magad a bulin? Őszinte legyek veled? Nem vagyok, de megmondom őszintén, hogy tudod, mit érzek? Árulást. Árulást, mert... Én ezt megmondom neked. Mert a sok passzopó itt pattog nekem az a baseball sapkás köcsög is, a sok buzi barátoddal együtt. Neveltelek, szerettelek éveken át, azt itt rovászok, hogy börtönbe voltam, meg ilyenek. Érted? Passzom tele van az összes ilyen köcsöggel. De apa, sokat sírtam miattad. Nagyon izgultam és féltettelek. Hova sírsz? Tehát szemrehányással indítasz. Érted? Sziasztok, puszi kicsi. Tudod, milyen rossz volt, nagyon hiányoztál. Szia, keresztapa, köszönöm. Szevasz. Rózi, várjál már meg. Tényleg nagyon hiányoztál, apa. Sajnálom. Nem akartam szemrehányást tenni, csak nagyon rossz volt nélküled. Igen, indulunk közben, ne haragudj, hogy megzavarod. Ne haragszunk, takarodj el innen, mert beszélgetünk. Menjünk persze közben haza. Ha? Na látod, erről beszéltem. Érted? Jó, de apa, várnak otthon téged is, engem is. Mindenkinek hiányoztál. Ne mondjad, apa, közben, gyere, menjünk haza. Most hívjak majd egy taxit neked? Egy sarokra? Nekem? Hát a... De neked te ne hívjál semmit, jó? A mai attrakció... Beszélgetünk apával. Rányogtál passzra, mint a kilincs lenne, láttalak. Láttam, hogy mi folyik itt. Dehogy... Johnny, most miért kell ezt mondani, ami nem is igaz? Azok a szememmel rá. De ne hazudjál. Hát dehogy nem. Tibit elkaptad a tojásra. Nem hazudok. Szőrös két gomboltos fagyira gerjedsz. Tibi úgy hívott be a kassa mögé, hogy ki volt óva neki a fasza. Mondtam neki, hogy tegye el. Ahogy Geci, ez megtört a karakter az a fali, ahogy elővette. Nagyon nagy karakter. Ezer miért nincs meg? Mi? Miből? Lájkot nyomjátok, mert bazd meg! Ha! De most figyelj már, minek kellett kellemetlen helyzetbe hozni? Kicsoda? Lili elő? Úgy popán basztok, te még egyszer hozzám szólsz. Ilyen hazugságokat kitalálsz. Kikapod a fogadat, mint a mag lenne. De ne kötözködjél, kis csicska. De nem kötözködök. Eridjél az utazon, mert most már fogyan a tüzelmem. Tibor, persze, Pirti. Megyünk. Nagyon nagy karakter vagy, Geci. Az öreg az egy patkány. De imádom, bazd meg! Legjobb! Figyelj csak! Én a... Anyád hazavitte a pizzát? Frank. Vitt haza, azt hiszem. Nehogy ilyen maradjon. Nem. Vigyázzuk el. Hát meg már, van otthon étel, most vásároltam be neki. Hát de szereti a pizzát, tudom én. Azt tudom, azt szereti. De hát így jó neki az alakja. Hát most nagyon jó pizza lesz. Azt láttam. És
Szarvas gomba minden most rajta. Persze, persze. Krisztián, köszön 24 eurót. Csak prémiumot eszünk igazából. Gratulunk a 10 évhez, mert köszönöm a fejtetlen tartalmat. Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Kitartást hát kívánok neked. Köszönöm. Jó, nagyon kösz, Krisztián. Nyomjuk a lájkot, köszönöm. Köszönöm a lájkodat. Apa, Willem, már is jövök, csak átöltözök. Jó van. Mindjárt jó van, kis járnyom. Ádám, kösz szépen a szobot. Ott van bent anyánál a száraz ruha. Jövök. Nem kell leülni. Kösz szépen Ádi a szubot, és mindenkinek nagyon-nagyon szépen kösz, srácok. Köszönöm. Hol van Lollipus Joker? Nem tudom ezeket, hogy kell jól kezelni. Kibasszuk? Vagy mi? Történeti síkok vannak. Tisztelettel. Oroszet nem tudom, itt van-e. Lehet, hogy ez a hol van, ez meg az, erre tényleg ez a legjobb megoldás. Kitesszük, mert akkor elkezdünk vele foglalkozni, magyarázni, hogy ki hol van. Közben meg fókuszálnunk kéne a történésre, pont mint most, ugye? Mit szóltok? Szerintetek ilyeneket tegyük pihenőpályára egy hátha? Vagy mi legyen? Én rátok bízom a döntést. Bence, kösz szépen a szubot! Nézzük meg. Szia. 4000-en vagyunk, de csak 1200 a like. Ha mondjuk 10000-en lennénk, és 4500 lenne a like, akkor csak 4500 lenne a like. Elég az. A like-é nem adnak kenyeret. Amúgy, de szardi bele. Szardi bele! Szia, Ban. Köszönöm. Szóval ez történt, Lilike, képzeld el. És, nem érdekel, eltitted a macskómat! Hát de most mondtam, hogy nem direkt volt. Lehet ki, mert velük is nézni. Nem direkt. Ki a paszt érdekel, nem sejtjek. Te mit csináltál? Gomolyan, Lilia, de... Mit csináltál? Hát volt egy macskója Lilinek, és... Pusszulj egynek, pusszulj egynek. Szerettem volna... Még is oda? Jó. Nem, akkor... Szerettem volna játszani a macskójával, és véletlen... De bazd meg, hány éves vagy? Hello, hello! Hát de az olyan szép macskó. Jó van már! Örülj, hogy elvittelek vásárolni! Sziasztok! Hát kigyelj meg rá! Nem jó ügyek! Hujjádat feszíts meg, mert lesz szóval duszva innen! Szia, kicsi Lili! Sziasztok! Mi baj van? Mit terrorizálja itt a kislány? Szia, kicsi! Nem terrorizáltam, véletlenül eltéptem a macskóját! Mit csináltál, buzi gyerek? Hát, kicsi kis bocsánatot kértél? Hát kérdezzek valamit? Bocsánat, Lili. Legutóbb... Szarházi, szarházi. Most a zseppénzedet tessék odaadni. Így van, ugrott a zseppénz. Tessék kipakolni. Odaadjuk. Ez ebben működik. Valamit elrontasz, ami nem a tiéd. Igen, veszek egy újat. Egy, nem hozzád beszél. Sokkal szuperebbet. Figyeljetek már, hogy a csicskát. Mondjad. A tévét a múltkor össze volt törve, ki vette meg. Ha? Milyen? Nem kicsi volt összetörve. Lemegyünk? Hogy ne lett volna összetörve, bazd meg? A cirkuszban vagy miben, itt a buszliba. És kivette meg hát én? Jack bácsi, tudod, hogy mesterlövész. Befogjátok a popátokat. Sose volt összetörve az a tévé. Az igen. Lehet, de a popád még össze lehet, hogyha így folytatod. Jack bácsi is. Az enyém mitől? Vagyuk, ha rám meg ott lesz rám esett? Ne bántjátok egymást. Jó. Tévét is összetörted, azért Jack. Én nem törtem, hogy csak összetörve semmit. Ti itt lehet, hogy már be a pofárat, mert báj a fejem. Mindjárt ugrik az Indiana Jones a szekrény mögül, hogy itt egy múmia. Hozzak fájdalomcsillapítót, Nagyi? Ennek te fájdalomcsillapítót hozzá. Indiana Jones. Jó van, hozom. Mi baj a Nadina? Menjen ki már a képből, mert szeretném nézni Marichuit. Te ne nézzed a Marichuit, tudod mit nézzed? Gyere csak. Frank, menjél be, légy szíves a szobádba. Ki ez az Indiana Jones? Bemegyek. Tessék, Banya, itt van a izét. Mernik ezt a 200-at. Jó szépen. Te sem vagy különben, de átlászlál a Rózi. Figyelj csak, elnézést, vidd már a kislányt egy pillanatra. Mert a beszédek következnek, amíg nem az ő fülének való.
Légy szíves. Tessék? Nem tudom, süketek vagytok, hogy mi a faszom? Ja. Ja, nem. Köszönöm. Gyere, Lilike. Maricsui. Mi van már? Nézd meg, mi van itt neked. Látod ezt? Mit csinál? Látod ezt? Ne, ne puldokoljál, mi van? Mi van? Nem kaptál levegőt, kislányom? Ha? Ráugrott az arcodra, meg... De mégis mi az Isten képzel maga? Úgy őszintén. Figyelj csak. Előbesz italom, most nekem a rappaliban a gyerekek elől. A gyerekek nincsenek itt, ez az én házam. És minden pina, ami a házamban van, az az én pinám. Világos? Megállok az szóval hajolj be még kurva, mert úgy megbasznak, hogy összehányod magad. Megmondom. Menjél ki, aztán vesd le magad a balkonról. Rabszolgám vagy, érted? Megértetted? De végig terítem a bőrt a nyakadon, buk nélkül tűröd, amíg itt vagy. Világos? Meki vagyok én magának. Hát azt nem tudom, de le is szarom. Érted? Menjen aztán, akarta fel magát. Na figyelj, hogy beszélsz? Tehát hogy mondhat szíjet te? Először fürödjön le. Figyelj csak te herzacskó, vegyél vissza. Kettesbe rak magadat. Tényleg fejezd meg. Már magára. Mi? Gyere csak ide te. Nézd meg, hogy... Te sorom. Ne fogdozza, engedjen el! Figyelj csak, beszéljön magad, te kurva! Segítség! Mi történik? Mi történik? Mi mit csinálnak? Mi történik? Segíts! Mi valaki mit csinálja, szabadul? Kiszívja belőle az életerőt. Megtámadott ez a dementor! Jézusom, ez egy boszorkány! Mondtam, mit csináltál? Ez el akart színi, mint a cigi. Gertrude. Csak megöleltem el, nagyon örül, hogy itt a Nagyi. Igen. Igen. Eljúj a panna. Igen, örülöm neki, persze, persze. Menjünk le a partra, gyertek, gyere, Lili, Jófren, gyertek. Juhu, medint a partja. Na gyertek, gyerekek. Gertrude? Azért ne szaladj annyira előre, Lili, mert elessen. Igen. Szóval én kurvát vagy hívják? Hát vajon, mert ne tudod menni. Gertrude. Gertrude néni. De vidáztam. Gyere csak, Gertrude fiam, ölembe üsz máma. Érted? Gyere ide azzal a szottyos lyukaddal, te csöves kukorica. És nagyon összetört a lépcső. Hova lett Gertrude néni? Leesett a lépcsőről, de nagy pőverdemet lakít. Nagy kap a fogaddal. De most hova került el? Azt mondja, hogy szomgyat lőttörés is. A szar visszapattan a földre is. Faszomat bele a Gertrude-ba. Másik kocsival gyertek. Mert te ki a faszom vagy, hogy nekem popázzál? Hát te ne egyedül menjen már, Jack. Mert beverem az ablakot, meg az álladot is. Jött a gyerek. Szia, Frank, jól vagy? Persze, persze. Na, ennek örülök. Leeresztett... Úristen, ezek egyébként vannak. Na, merre megyünk? Vigyek le a partra egyenesen. Gertrude, én mert szomnyattörése lett. Akkor hagyd itt, mert beköpik a legyen. Hát nem hagyhatjuk magára. Hát oda rakd be hozzátok a kocsiba. Lehova. Mit rakjon be, mint valami podgyász? Hogy beszélj? Most ezzel a kocsiból menjünk, hogy melyik kell már a faszoba. Hát mi a helyzet, Pufi? De nem így Pufi, anyukám. Cukrod még 3000? Ha nem, már most már javulok. Javulsz? Hát nem látszik. Nem eszek annyit, édeset. Tényleg? Igen. De anya, múltkor is ettél 3 tábla sütét, mikor... Hát nem hiszem fel, Frank, komolyan mondom, kisfiam. Hát egy rohadt maga kurva vagy, látszik rajtad a műszerpapel és le van rákba. Biztos nem a Frank volt. Megzabáltad, mi? Azt a múltkor azt hitte, hogy csoki. Tudtam ezt. Beleharapott. Téged még nem akart megedni, Frank? Hát engem még nem. Csak mindig mondja nekem, hogy jaj, kisfiam, megeszlek, meg így idején, akkor félek. Nem volt még olyan, hogy pőkett az éjszaka közepén azt, hogy 2 nagy szeret kenyér között voltál? Há, saláta levelekkel? Itt jó lesz? Nem volt. Hát szerintem jó. Mit csináljátok? Mekkora vízi csújtó! Nem mentem bele. Basszom ki a gyomrot. Megyek le, de csújtó. Nem, Frank, vársz. Elmondom a szabályokat. De nem, te kicsi, Lilike, te még kicsi vagy ehhez. Szabályok, Dick.
Hát gyerekek. Gyere, építsünk középre ezt a fával itt, hogy hova várunk. Két csúszdán, és akkor minden megvárunk titeket ott lent a vízben. Jó, hogy ne fújjatok meg. Jó. Nem, de csak két éves, nem szabad csúszdázni. De hogy nem, hát lecsúszik, utána csúszt. Na jó, van, gyere, kereszt a pöllébe. Igen. Azért volt a húsvét szigetek nyomulka, szóna, mint a dagad kurva. Ó, kurva Isten, baszlom meg téged, hogy gyászolj meg a szüvedet! Minek csúszol lett a delfin, bálna geci! De bocsánat. Na majd én lecsúszok. Csúszi, csúszi, csúszi! Szevasz, atyám, gyere, csúszi lesz. Megyünk csúszdázni, Lilike. Aztán én erre hogy sétálok föl egyedül? Ezen hogy csúszol? Figyelsz, Frank! Megjött a pár! Jó! Nézzel rá, tessék ránézni! Igen? És akkor csúszson! A szemmel kell, tudod? Johnny, harmadik szemmel! Értem én! Csúszhatok le! Menj előre! De én ma maga után jövök! Ja, látom! Na légy, neked pofázok! Vizét! Paparará! Puhára értem! Hűúú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 ú
azt a szar. A lyukam ki van dörgőbe, men. Blutárt, kösz szépen az ezrest. Nem tudom, valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Négyezer ember nézi, hogy egy fiktív karakter a fiktív életében egy nem létező csúszdán, egy nem létező tengerbe csúszik. Ez a Black Mirror? Ott marad a szarcsikó, vagy igen? Végig fékezzük. Van egy két szó a pák alatt. Hol a Lajos? Na milyen volt Lilike? Nagyon jó apa. Köszönöm. Nincs úgy kis elnyom. Nincs úgy. Mi a helyzet, minden jó? Igen. Most már nem badegszem a jó a maci miatt. Hát figyelj. Nagyon sok maci lesz még az életedben. De reméljük csak maci, és nem pedig smaci. Érted? Engem csak a macskók érdekelnek. A macskók? Mindjárt visszajövök. Hát figyelj, nem kell sietni azért. Építsünk homokvárat? Igen. De mi a faszomat keresünk éjszaka a strandon? Ilyenkor nincs senki. Ja, érted. Vámpír vagy? Vagy mi dolog? Ha? Mit indítózódik? Jó vagy? Kutyába se tudsz érted, ilyen ösztön nincs benne. Minek körülsz hatozott a pia? Nem, hogy van két fogam. Rengyel mehetett szólni, nem tud úszni. Hát, én majdnem, majdnem megfulladok. Ott a lapád, gyere, figyelj! Mennyi csúszsz, akkor egyedül még egyet, Frank. Nem. Tényleg? Hát, ha meg tudod, nem. Hogy kiúszni. Frank, befejezted. Meg tudnok úszni. Hát a mély vízbe kell dobni, a mondás is tartja. Kapsz egy pofon most már. Építsetek homokvárat. Jó. Frank, gyere ide! De nem hoztuk a bögyőt. Figyelj csak. Hát ott van, még csak itt valaki hagyott a bögyőt. Miért hogy így becsicskába rakjon? Anyád az árka menő, vagy mi? Mi az a nagy vírás? Én mindig anyára hallgatok. Hát mert csicska vagy, bazd meg. Érted? Hát... És csak? Hát becsicskod téged a dagad, geci. Ő kell ugrani bal-jobb kombon, dirdúr. Érted? De mi az, hogy magad. Ne hagyd magad, te verjém! Kis nap verjém a bazdokó fejjelre! Felugrasz, dirplektiből lepüldesz neki egyet, azt megszédül, érted? Mint kezdő buzi a gőzbe. Azt mondjad neki, hogy mi van, passzopó! Hát hogy ne? Egy lengőt beversz neki. Hát Istenem, ne legyél már múja! Jó. Hát én csak segíteni akarok, bazd meg! Még egyszer? Persze, menj a passzomba! Nem, sikerül! Jó. Csináljunk átlakot is. De te húzod ki a vízből, bazdok, hogy csak fúdokol. Álkodja sikerült kiásni. Ügyes vagy. Majdnem sikerült már. Nektek énekeltem, csicskát. Majdnem, igazi vagy. Ez az jobb, mert neki Lilike.
Hogy van tovább? Várjál, most elfelejtettem. Egyszer fölém hajó, már ment is tovább. Na, nem nyomod? Majdnem szerelem, szerelem volt. Majdnem igazi vágy. Tovább nem tudom. Hol a Frank? Te milyen nótákat? Elment csúszni. Én? Tökjél már valamit. Diktam a motyi, bori, hibori, hibori. Inkább ne, jobban bírom a port. Csicska. Lilika, gyere, énekeljél most, gyere, megtanulunk egy nótát. Jó, mit tanuljunk, apa? Van egy kedvencem. Te milyen nótákat ismersz, Lilika? Hát ez a Frank mindig nem lehet tanult meg úszni amúgy. Gyertek, annál Frank lebeg a vizen, segíts már! Hát haladjál már! Ne, mi van? Ja, meghalad, gyerekem! Lebeg a vizen? Hát mert szar! A szar most lebeg a vizen! Figyelj csak, Lili! Ide, neba! Szóval melyik kedvenc dalod? Nincsen kedves, csak azokat szoktam énekelni, amiket Anna játszik a rádióban, a kocsiban. De az mi? Piában a kézben, figyeljem a tejepet, kérsem a szemeket, hogy itt a kapakjaikat, ha kell ide jelenetet, minket menetet jártunk, ma minden dob, de jó szépet. Hű, apám, de paszak vagy, fiam. Az igen. MC Lili a pályán. Félre állnak az emberek, aztán... Szálljon át lélegeztetni! Micsoda? Segíts! Hát, nem Frank, eléci! Mi a passz történt? Frank, jó vagy? Semmi baj, nyugi. Jézusom, pérre! Pérre, nincs semmi látnivaló, kérem, pérre! Kis fiam! Valaki hívja a David 666-ot. Mi a baj a fiánknek? Egy kettő, Rózi, fújjál bele! Stay alive, sírusára, ritmusára. Rózi, fújjál már bele, bazom. Stay alive! Jó meg... Na, te normális vagy! Ne szirénázz már, bazd meg, nyekkereksz, mint a spejt! Jó, igen, csak nem tudtam úgy, és azt mondta a Jack, hogy lecsúszhatok. Meg szerencséd van, hogy ez így. Meghalt a gyerek! Halló? Nem hagyom meg, hát itt... Rendőrök! Nem, mi vagy te a révész? Pont úgy nézel ki, szomorítson meg a jóisten! Gyuri, hív téged a gondek! Mi jöjjünk a rendőrjautó! Gyuri, jönnek a rendőrök! Gyere már! Gyere, miért nem tudtok baszd meg? Gyere már! Mondjuk jobb autót is válaszoltunk volna a Rózi családi kombiánál a meneküléshez. De talán így is menni fog, tudod, egy sofőr vagyok. Nem, az meg most már... Majd nem szerelem volt, most ez lesz a fejemben. Hát ez nem nagyon megy. De kihívtak ki a rendőröket, baszd meg! Hát én nem, az biztos. Lehet, hogy valaki látta, hogy belefolozza a szerencsét a Frank hajzében, a tengerben. Figyelj már, nagyon nagy amúgyban vannak, nézzél már hátra. Á, nincsenek sokan, egy autó jön. Egy autó? Egy. Hú, egy azt még talán ne rászok. Egy rendőr autó, de az is egyedül van. Biztos? Ráadásul az anyós rovezet. Á, szerintem van. Anyós rovezet. Nagyon jó ez. Ott csinálja. Hát ott túl. Még így is megalász téged, te csöves. Rázd már le. Hát jó, már két lába nyomom a gáz. Jobb lábam a gázon, a másik a jobb. Figyelj már, ez a passzokó vén kurva hitta ide a rendőröket vajon. A Gertrude geci. Gertrude. Most sem mondod, hogy kicsit tehetünk. Álljon félre! Ne popázzál! Bocsánat. Elraboltak, segítség! Segítség, elraboltak! Jó, lépjük! Azt! Adja meg, Julián!
Nem ma... Hasra esett? Jó. Kérek egy kollégát, hogy állítsa fel. Megvan. Még kollégát, hogy állítsa fel. Kötözzétek, motozzátok meg. Biztos beverte a fejét az eséstől. Szépen elkezdem át. Lórián, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nézzem meg valaki a bortosát. Nézzem a bortosát. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen a szuboknak. Nélkülük nem működne. Nagyon hálás vagyok, és köszönöm. Florián, üdvözöllek a brigádban, nagyon rendes kérdés. Stabil oldalfekvésbe azonnal. Stabil oldalfekvésbe azonnal. Jack kollega, hívjon egy mentőosztagot azonnal. Szaladjon az autóhoz és rádión, kérjen egy mentőt. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Haladjon kolléga. Haladjon már a mentőosztagot. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Florians. Ansz. Florians. Ansz. Csúcsak, jó nagy ötestél, látod, kár volt szaladni. Jézusom. Stabilizálva. Egyébként Zoli, állna csak fúrvászol. Mi történik itt, úristen, Jézusom? Akkor a vállánál fogva. Kezeket köz. Elraboltak, uraim, tudnának segíteni? Hátra húzom jobb közé, utána a bal közé. Felteszem a bilincset. Nem tudom, hogy ez a futás nem tartott sokáig. Azért, mert nem akartam, hogy sokáig tartott. Autóba vele. Autóba vele, irányos elit hivatal. Megfogom a bilincsénél, elkísérem az urat. Jani, közt az 5 hónapot. Erre kell jönni, uram? Főnököm. Jövök én, hát. Pontosan ezért nem járok el futni, ez jó? Maga olyan szexi rendőr. Hogy hiány magát? Innen már nincs menekvés. Ez a neve magának a becsülete? Hátsó ülésre jöhet be. Mister, innen már nincs menekvés. Beülne mellé, megbuktat a jelenlétben. Most mi a faszom történik? Jani, kösz az 5 hónapot. Ráteszek egy műanyag bilincsbe. Köszönöm. Érítsen meg maga diszlót. Mr. Inman már nincs menekvés. Lehet ezt kérni, hogy maga hallgasson ki? Vegye le róla a bilincset. Nem lehet, kérni uram. Miért? Köszönöm. Ő vissza, Tony. Tony, üdv a hátsó ülésre. Tudod, hogy innen már kár menekülni, hogyha felcsak. Nem menekszem, vagyok én patkány. Én is értem. Bárki csekbe baszok innen közületet. Érted? Azt hallottam, hogy még erős vagy. Nem hallottam, de visszatjók minden egységnek vétel indulunk a serif hivatalra. Kérek egy egységet, hogy a menekülésre használt járművet foglalják le. Figyelzenek, hogy a főlegyomatok megmaradják. Ez nagyon hangos, nektek is? Hát már előkerítjük a másik tett. Jani, kösz szépen az 5 hónapot, nagyon szépen. Na, ezek is bazd meg, milyen jogosítványan mennek ezek? Hát levelezőn végezték a jogosítványon, ja. Nem volt elég járványon. Valamiért itt nem jó, hogy valamit le kéne venni a hangokon. Ez lesz ez? Főnököm? Johnny-kám! Igen? Most még azért túl hivatalosra nem veszem a formát itt. Így 6 szem közt Tony kollégával ezt meg tudjuk tenni. Figyelj csak, annyit mondanék itt előjáróba. Ugye tudod, hogy most a műanyag lakat fog rád rá. Az a baj, nem hallok semmit, mert nagyon ordít az autó. Te ez hengerfejes vagy mi? Igen. Szóval csak annyit mondtam, hogy a... Ugye azt azért sejted, hogy most a műanyag lakat fog rád rohadni nagyjából. Jó van, hát feküdj már le magadnak, volt már ember kell ide, tudod? Vállas, nem ilyen kis nyálas. Ilyeneket zöldeket beszélt. Mondták már nekem ezt, én is bazzik, ezerszer műanyag lakat, így úgy. De a szivar rosszabbik végén megint te vagy, barátom. Az az igazság, hogy a fasz meg mindig megy a szájba, tudod? Nem nekem, azok, akik mondják. Popáznak, hogy így börtön, lakat, műanyag. Hát tudom, majd megízleli a börtön fogalmát közelebbről is. Jó, biztos, alsó ágyas lesz, aztán kapod reggeltől estig. Mi nem ízleljük meg, maga fogla megízlelni. Azt, de úgy látom, hogy maga nem kétszerből ízleli főnök. Uram, már megmondtuk, ízlés hogy felszeres menekülés, soha nem hallott ilyen. Tudjátok, mit jó gondolok? Jó lesz neked, Johnny, ott az alsó ágyon. Elmondjam, mit gondolok, azaz, tiszteletben. Hogy a szütyődet mindig elviszik. Hogy a kurva anyátokat, ezt gondolom. Őszintén is szeretettől.
De ha már legalább ilyen macskaszag van ebbe a putriárodba, azt a szájbabaszott ablakot tekerjétek már le, mert szétokádom a belemet a szarszaktól, ami belőletek jön. Nem baj. Hát mit tesztek ki, bazdmeg? Vagy börtönmunkában takaríthatod azt is akár. Már akkor szarszaga van, mikor megeszed. Én állítom pillanat. De na, én meg tudok bocsátani, egy cigarettában megkínáltuk, és elfelejtek minden sérelmet. Nem ajánlunk fel ilyen lehetőségeket. Te egy nagyon kedves ember vagy, Johnny. Ilyen vagyok. És ezért én is kedves leszek veled. Igen? Nem kapsz életfogytiglant, csak 99 évet. Ennyi. Azt a kurva. Szóval az egy évet elnézzük neked, látod milyen kedvesek vagyunk, öreg? Bazd meg, ez valami 100 éves viccfényből volt előkeresve ez a poén? Igen. Majdnem jó volt. De azt mondják, hogy a gyakorlás teszi a mester. Menjünk, jó lesz innen is, jó volt. Anyáddal olvasgattuk estén. Tényleg? Videjövök, kinyitom az ajtót, kisegítem az úriembert, megkérem, hogy kövessen az úriembert. Mondta, hogy ismert egy vezérbuzit, mindig könyvet olvasott, akkor most már megismert. Mi az, hogy vezérbuzit? Semmi baj, hagyd mondja a magáit. Mondjuk mégis hadd mondja szabad. Én úgy tudom, hogy erre a sarcsó sem érdekelte. De igen, erre, bocsánat, erre elnézést. Úgyhogy egész nyugodtan mondogathatja a magáit. Meg az oroszlánt a hiénák, hű, bazd meg. Úgyse, úgyis sokáig nem fogja mondogatni, sok kétszer meggondolja legközelebb, miket gondolom. Figyelj már most a kollégád miről beszélt, össze-vissza magyaráz. Sétálj tovább. Ne budulva. Erre? Jöjjön. Hát azok jövök, nem látod. Úgyis van időm, úgyis rám rohadom. A szoba ismerős lesz szerintem. Hát mert menő az, figyelj. Menő, szerintem. Én annak örülök, hogy betörni nem fognak. Lassan hazajársz itt. Érted. Lassan hazajársz itt. Jó napot, uraim. Szereti a vendégszeretetünket, kolléga látja. Cigi gyufa hamutartó legyen az asztalon. Mi a helyzet? Csak szeretné. Hát ügyvédre nem leszünk, hiszen erre, ugye az elítélés az már megtörtént, a vádakat már ismertettük és gyakorlatilag letartóztattunk, és most halmozati vádként ehhez hozzájön egy szökés, illetve akkor most már csak, mert ilyen kedves vagyok, hozzácsapjuk a szexuális zaklatást is, úgyhogy... Hála Istennek! Lorent, kösz szépen a félébe! Szerintem lehet, hogy nem is műanyag lakatot kéne kérni, hanem valami NASA által fejlesztett űrtechnológiás cuccot, mert még ennyi idő alatt a műanyag is le fog bomlani, amennyit te ül. Tomás őrmester megtenné, hogy behozza a szexuális zaklatás vágyával élő személyt? Ha jól tudom, állítólag itt van. Rend, megnézem. Csak hogy megfejeljük ezt az egészet, hogy legyen desszert erre, amit most itt fogsz csücsülni, ez kurva jó lesz neked, ízleni fog egyébként. Úgyhogy most behozzuk a desszertet, ez már nem is a haba torta, hanem a habra a cseresz. Ezt most szépen leszopogathatod, mint majd a nagy fekete golyókat a börtönbe. Azt az édesanyádok meghagyom, profikra bízzem ezt semmi a feladatot. Semmi baj, majd osztozkodtok rajta, ha 100 év múlva kijössz és meguntad a csak annyi kérdésem lenne, miután bepogtad a popádot 3 másodperc, hogy tudjál lélegezni, hogy erről 99 végtelen és 100 év, amiket majd elhadartál vissza-vissza. Uh-huh. Ugye erre tudunk-e felvenni valami diákkedvezményt, vagy ilyesmi? Hogyne tudnám? Hogyne tudnám? Tessék parancsolni. Felvehetsz hitelt, és azt majd én visszafizetem nekem. De én csak ilyenbe tudok fizetni. Azt a cigarettet dobja-e, ha az elég lesz, nézze azt a mocskos képet. Én nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Ilyenben, nézd. Hát ülj bele a szorogja. Ülj vissza, ne pörögjél. Meghoztam itt a hölgyet. Jó napot, kiskezi csókolom, kiskezi csókolom, hölgyem, mibe segíthetek? Jó napot. Tessék parancsolni. Gertrud kisasszony, legyen kedves akkor. Az a kisasszony az erős túlzás. Ismertetni még egyszer. Geológiai Johnny leletet ura. Mondani. Jó, Gertrud csak geológiai hogy hivatalosak legyünk, az, hogy Mrs. Gertrude Smith. Mrs. Gertrude régiségi lelet. Hallgatjuk. Vámpír. Te viszont most szintén csatlakozz, légy szíves a hallgató közönséghez. Próbáld meg ezt memorizálni, hogy hallgass és pofa alapállásba kezdj. Hát, Gertrude kisasszony. Gertrude, rákegyek a gyomrodat. Te mit csináltál? Annyira szomorú vagyok, hogy egy forró teát legyenek kedvesek főzni nekem, addig nem tudok megszólalni. Őrmester, intézkedjen. Ne vagy döbbenve, mi a pasztulat kaptál? Jöjjön, uram! Kicsit jöjjön ki, jó? Elsírom magamat, annyira fáj. Bocsánat. Egy teát hozzá. Az ajtót megkérem, hogy kövessen, uram, legyen szíves, köszönöm. Jöjjön, jó, becsukom itt az ajtót. Hát, jöjjön, de félre. Vagy szól itt a főnök, hogyha visszamehetünk.
Köszönöm szépen. Nagyon izgulok. Figyelj meg, de most őszintén rossz a Gertrudot, ne basszád. Tessék, uram. Aztán szeretném behívni a vádlottat. Ne basszád ezt a Gertrudot. Szembesítse, jó a vádakkal? Igen. Hívhatom? Igen. Megnyugodott? Meg. Főnök, ne basszál ezt a vén kurvát. Mondja már meg. Én aztán nem... Őrmester hozza be a vádlottat és... Jöjjön, uram, megyünk vissza. Egész nyugodtan itt cigarettázhat, ez egy vallató. De engem már zavar, főnök, én már nem bírom, mert a kezek meg megint asztmás lenni, hát sok bűztő. Csöndet, buzi! Megjött a főnök. Mi a helyzet? Ide figyeljétek! Hogy hívnak? Johnny. 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 Igen? Ide figyeljél már, a főnököd azt mondta, hogy nyugodtan cigarettázhatok, úgyhogy elmész a picsába. Milyen főnök? Ennyi vagy, ennyit élsz. Figyelj már, de... A hölgy is tudja, hogy mi a helyzet. Na, akkor most fejezzük be itt ezt a talkshow-t, és akkor kisasszony, kérem, hogy ismertesse a vádait itt a vádlottal. Először is, én még soha nem beszéltem egy 300 éves időkapszulából. Tudom, hogy te is kisasszonynak érzed. Nem várunk ennyi szobába. Most értem, hogy popászok itt, de miről van szó? El tudjátok mondani? De mert szárazom ez a komédia. Majd bent a börtönbe leszel kis. Berrém a szátomba. Most itt még Johnny van. Szárazom meg, baszott. Hát te nem gondoltunk ilyen, az ilyen a baj, hogy coming out-ra, de ez se rossz. Tisztelettel megjegyezném itt az előjáró szervet ezt... és a törvény előtt, hogy szerintem másképp nem is lehet, már korábban pakadóan ki van szárodba, én a rákospatok kánikulába. Otthon voltam, úriember, takarítottam a lakásba, aztán hirtelen azt vettem észre, hogy magáévá tett az úr. Elnézést? Ez aljas rágalom az ukság. Belépett ön mögé, és kérdés nélkül... Először értese vettem, majd egy három perc múlva éreztem, hogy valami csiklandosz hátulról, aztán láttam, hogy ő az. Ó, de ez akkor ezek szerint nem tett olyan nagy kár. Hát ezt, hogy szárazon megbaszott, ezt azért nem tudom jegyzőkönyvbe venni, ez a bíróságon nem fog túl jól hangzani, úgyhogy engedelmével a sztorin azért annyit lágyítunk, hogy erőszakot tett. Hát jó, de bíróságon jó, csak... Jó, bocsánat, azért itt egy kérdést feltennék. Hogy itt most milyen bizonyítékokkal tudjuk alátámasztani ezt a tevékenységet? Figyelj már, húzd már ki magad és legyél büszke, mert életedben egyszer egy nő azt mondta, hogy megbasztad. Amúgy anyádat, csak ez az. Tudsz, ezt anyádat is már kettőn legalább bazdod. Erre legyél már büszke. De nem ez a lényeg. Legalább az életben egyszer lenne büszke, még akkor is ezért. Ez miféle eljárás? Ez valami komédia, hogy basszol? Nem az a baj, tudják, hogy bejön ide ez a vén kurva, aki a dínók előtt szaladgált még nem régibe, előállít, hogy én megerőszakoltam, van erre valami orvosi igazolás, leles, ilyesmi. A hölgy korának mi köze ehhez? Igen, Texas öreg állam, de a hölgyel valószínűleg tegeződnek. De most a lényegen azért direkt siklunk belül, igaz? Hát, te kalapos köcsög, basszam ki azt a paplan szádat. Már évek óta érdeketett. Összepaszozzam a szakálladat, köcsög gyerek. Ha? Hogy szóval beszél maga? Nem magának, te kérdés, most nem kérítkedni, te is kapsz belőle. Hogy erősködjön. Szóval szeretném látni itt a bizonyíték. Tárgyi bizonyítékok vannak-e? Jó napot. Ki nem baszta meg engem, az nem elég bizonyíték. Jaj, kezd el szaladni a történet. Még az áram is megkerülne, Dick. Az oroszlán a tányér szélére tolna, te. Rustja dög. Kezd kellemetlen irányba haladni ez a beszélgetés. Abban mondjuk megegyezhetünk, hogy kinézetre nagyon csinosak mind a kettő. Dál, köszönöm szépen. Én el tudnám képzelni, hogy akár egy párt is alkotnak, hogyha Johnny nem lett volna ennyire erőszakos, és az udvarias gentleman módon próbálja megközelíteni ezt a történet. Én összejönnék vele, amúgy. Hát össze is illenek, mert mind a kettő nagyon csinosak. Jó, van. Figyelj, akkor itt nincs is bűncselekmény, nem? De ez most sajnos nem így történt, mert most történt egy erőszak. Lóriák, ezt a 10 rongyot. Jó lett volna, hogy úriember módjára kezel. Ez Johnny neked nem sikerült. Nagyon ragyos vagy, köszönöm, Florián. Nagyon köszönöm. A katonai eszköz ellopása, a súlyos testi sértés, a hivatalos személy elleni erőszak és a szökés mellé most még felvesszük ezt a kis nemi erőszakot is. Ugye a kicsi az arról te tehetsz. Kérhetem a hölgyet, hogy ne szóljon közbe. Tehát ezt a kis nemi erőszakot is felveszünk. Megkérném az őrmestert, hogy kísérje a cellájába a fiatal embert. Nézzem már rá, hogy néz ki. Hát a kis ujjam jobban néz ki, mint ez a köszönjük szár. Szépen a bókokat, kisasszony. Mert hívom magának egy taxit, jó? Ez most esett Erzsébettől. Hölgyem, menjen a portára, és hívunk magának egy taxit. Itt fog várakozni Johnny úr, addig, amíg nem szállítjuk tovább innen, jó? Most nagyon örülök.
Köszönöm. Kísérje el a kis hölgyet, kérem kollega. Válaszoltok szobát? Akkor is, jaj. Oda, legyen szíves befáradni. Várunk, hagyjunk arrébb. Nem lehet a középfőbe? Nem lehet, uram. Miért nem? Johnny, tényleg így lecsúsztál, hogy ilyen rusnya alkoholista vénasszonyokra is rádobod már magad? Figyelj csak, meg sem, hát most megbasszom. Kit érdekel? Kurva anyját, rohadjon meg. Oda. Ez is igaz, lyuk legyen, aztán legyen. Kínálja melegbe. Menjen beljebb, uram, jó? Amíg patkány darázs nincs benne, fogtam. Addig nincs gond. Ez egy drága baszás volt, sokáig fogsz ezen a pricsen aludni. Á, úgyis pihenni na akartam, tudod. Na jó szórakozást, köcsök. Szevasz, passzopó. Maradjál már, öreg lóka. Hát imádunk, geci, ezeket a beszélgetéseket komolyan. Zendár, kösz szépen a fél évet. Nagyon-nagyon szépen kösz. Erzsi karakterét, az nagyon jó. A Gertrude is, meg a Gerzsi, ez nagyon jó karakterek. Ez tény. A lájkot nyomjátok meg, srácok, nagyon fontos nekünk. A visszajelzés mondjuk annyira nem. De ha megnyomjátok, akkor legalább látjuk, hogy ez tetszett nektek, vagy nem. És nagyon szépen kösz a szubot, Zendár, Flórián, kösz a 27 dodót. Még egyszer nagyon szépen kösz, és mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, srácok, hello. Az öreg most formában van, azt én is érzem, hogy 2-3 rész volt a bazeg. Fű, még stream után is visítottam rajta. Eszembe jutott. Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szubodat. Üdvözöllek a brigádba, és nagyon-nagyon szépen kösz a támogatást. Köszönöm. Kiri vagy. Kiri. Ilyenkor mi a fasz történik? Nem tudom, elmondjuk? Tehát az öreg időutazó. És ahogy látja a karakterek történetét, mutatja be ezen keresztül. Lilike, stb. De hát ezt nem tudom, hogy aki itt van minden részén, azt szerintem vágja. Aki nincs, vagy csak néha benéz, az meg értetlenül vergődik a cseten. Na most ezek azok szólnak, azoknak szól ez a történet, akik nézik a részeket és tudják, miről van szó. Érted? A fasznak van kedve magyarázni állandóan, hogy ez mi van úgy. Tisztelettel mondom, tényleg nem izébe. Úgyhogy... Értitek, ez egy sorozat, ahol részek vannak, és megismerhetünk karaktereket, az előtörténetüket, a jelenjüket, stb. Köszönöm. Köszönöm. Anyu, nagyon csíp még a lyukam. Ne kiabálj már, Lali, mikor számítózosan. Szevasszok, szevasszok. Ne aggódj. Szia, öreg, már egy pillanatot. Húzd meg csak fejbe, nem tudom, szerintem valami fertőzés lehet. Hát mi a passzobb történik, Joker? Én számítószom, tőlek a seggét. A Lalinak ég a juka, érted? Kenyed be te a seggét. Ne hozzál nem mit számítószom? Fáj a segguka, kenyed be te. Anyu. Na, majd haragszol öreg. Nem, csak kérdezem, hogy milyen jár, mit csináltál? Most új játékok. Pornót néztél? Nem, de hogy nem ez egy vallásos ház. Itt pornóra kell jönni. Játszottam, meg takarítottam a szobámba. Hát ott mehet, ez nekem a bőlegényem. Van kell, vasúztam ki. Már túl van melegedve, mert lehet újat kéne venni. Kére? Hát most kéne, mert nagyon nagy. Az meg olyan retek van a szobában, hogy borzasztó. De várjál, Lajossal beszélek a szutába. Ja, jó. Most akkor mi van? Már össze vagyok házasodva, már nem emlékszek. Hát persze, Erzsi, hát... Most ezek össze vannak házasodva? Szopja mi azt a szopja csöcsödet. Tényleg nem tudod, vagy csak szívod? Gyere csak ide a papához. Figyeljetek már, de... Vagy beszarok, minnyáj. Igen. De most egyébként... Én akartam szarni, Joker. Ti össze vagytok házasodva, most az Erzsébet a hivatalosan. Tényleg? Persze. Anyu, hát te is ott voltál. Gábor, kösz a 2000. Hol lett volna ott a nyába? Engem nem hívtatok meg! Nem, csak segbe baszott téged, azt mondta, hogy miért nem hívtál meg? Mert ez, és spontán esküvő volt. Krisztián, kösz a fél éve. És spontán esküvő volt, spontán gyűrűvel egy zsírium gyűrűt adtam neki. Ó, bám! Gyere csak, Lajos, gyere bele! Igen? Gyere, légy szíves! Ne sírjál! Elmondjam neked, hogy mit gondolok rólad. Igen. Az, hogy ő elprejtetted, honnan jöttél. Tudod? Mi? Na most ezt föltörtél belőlem az emlékek, tudod? Nem, hát intéztem öreg, tudom. Hagyd mondjam be, hagyd mondjam be, oda baszok egyet. Zsíriumgyűrű, verset írtam neked, tudod? Egy tele voltunk szeretettel. Te, én, a Joker, a híd alatt, emlékszel?
Igen, tudom. Az most mi lett belőled? Ha? Egy buzi, aki de... az anyjába beszökszik, miután segbe baszták. Érted? Az ott van az a jó nő. Az a kurva Erzsi. Érted? Hát de én még ötször úgy szokik, mint a szopóval. Hát de ezt honnan tudod? Ja, ezt te mondtad. Ja. Nem emlékszel? Tényleg? Esküszöm. De jó, ja. Megbasztam az Erzsit. Mi? Itt az ideje, hogy megtud. Most ez... Ugye ám most csak viccelsz, öreg, hát... Viccelsz, öreg? Állj! Ugye, hogy viccelsz? Persze, hogy viccelek. Kibasszál meg azt a kurvát. Megnyugodtam. Csak leszopott. De mindegy, figyelj csak! A lényeg az, hogy... A lényeg az, hogy intéztem neked a pinákot itt a végig során, házasság, zsírjumgyűrű vers, és elfelejted ezeket, tudod? Öreg, én ezeket soha magadtól. Nem. Nekem dehogy nem. Tudod, mi állandóan van, a Joker passzál lóksz, meg beköpsz állandóan a csicska geciktek. És tudod mi, amikor eszembe jut, tudod mire gondolom? Mire? Hogy a büdös nádvágó, retkes, salakmotoros, indiai kenu kormányos kurva anyádat. Ez jut eszembe. Ó. Oh. Ez van. Jó, köszönöm, hogy elmondhatt. Tudod, hogy nekem itt a belül, legbelül, mélyen a szívembe, ennek nem is mélyen, nem mélyen, hanem itt legfelül, itt a szívembe, itt a négyes kopolcs. Igen. Ott a helyed, öreg. Tudod? És én minden este, mikor lefekszek az ágyba, érted, dobban a szívem. Nem. Azt hittem. Csak hogy mikor dobban a szívem, érzem, hogy ez most te érted, dobbat. Uh-huh. Érted? Uh-huh. Én ezeket soha nem felejtem el. Az, hogy most újra megint tartom a kapcsolatot anyukámmal, ez lehet, hogy rossz hatással lenne rám. Igen, az anyád egy dagadt kurva. Figyelj, de most mi lesz, arra gondoltam, hogy megbasszám az Erzsit. Van ez? Nem tudom, hogy ez... Hát milyen, hogyan érintene? Együtt vagyunk. Meg ki? Te az Erzsi? De öreg, tényleg ne bazd már meg, mert én is alig bírom néha. Hát de most mit pályoz neked? De most együtt vagy az Erzsibet, bazd meg, mert nem tudom követni. Igen, hát de bazd, hol buzi vagy, hol nem? A tranyót kurogatod, az összes köcsögöt. Hát mi a passzom van bele? De te... Jó, akkor elmondom, hogy igen? Nyitott kapcsolatban élünk. Na, jó. De együtt vagyunk, szóval, hogy ő nekem a fő. Uh-huh. Tehát ő a fő. Érted? Aha. Igen, és néha így. De ő is elkacsingat, ám. Uh-huh. Értem. Hát ezt nem szóval, is hogy csak hogyha tudod, te megbasznád, ahogy mondtad, akkor lehet, hogy így fordulna benne valami. Tudod? Az biztos, mert a paszt nyomnék bele, a gyomra megfordulna kétszer. Igen, ezt tényleg. Na jó van. Szóval ezért majd légy szín, ne őt. Hogyha meg kell basznod valakit, akkor ne őt. Akkor az anyádat. Melyik legyen? Jó, mert ő vele nem vagyok együtt. Ja, jó. Jó. Csak ne bántsd, jó? Dehogy is figyel semmi. Elnézést? Erzsébet figyelj csak. Tornázni. Egy. Kettő, hozzám beszél. Jézusom, azt hittem, mert valami bombázás van. De ugrál az agat. Figyelj csak, Erzsikém. Ezt a lényeg is. Mondja, hogy mit akar. Figyelj csak, a Lajos. Igen, meg én a testem kell. Kell a ráknak az a dökkút. $3,000 per óra, én már mondom neki. Ó, eredj már a passzomba te, hát a bottal nem piszkálom. Hát nem, akkor majd az ajándék. Ja, beszéltek. Milyen ajándék? Tudod, amit a múltkor oda akartunk adni. Ja. Kinek? Neked, öreg. Én nekem? Hát miért? Persze, gyere ide, persze. Kipokolom ide a ízére. Mi ez? Most szüli hónapon van egyébként a mai naptól, ez igaz? Pont azért akarjuk odaadni. Na Lajos, akkor mesélj már az ajándékról. Hát öreg... Mi már nem kell. Tudod, ez a kapcsolatunkban ez nagyon fontos... helyet foglalt ez a tár. Jó, nem sokat használtuk, de hogy ez tényleg nagyon fontos számunkra. De figyelj, már egyébként te lemostad, mert én nem.
Menjetek már passzolva, mit akartok, hogy egy műkorbászt? Elügyetek már a picsába. Ne. Szóval, hogy ő... Hát annyit szeretném mondani, várjál, hogy mert felvezeti az Erzsike. Mi ez már nem kell nekünk már, mi nagyon sokat használhatunk, használ már. Nincs olyan szükségünk rá, és szeretnék, hogyha ugyanolyan gyönyörőket érnél, amit mi. Amit elértük a Lajossal, ezzel a dologgal. Köszönöm. Szeretnék, hogyha... Na, nézd, öreg, itt ezt a végét fog meg, jó, mert... Tessék. Ahogy sejtettem. Tehát egy műfasz. Hát igen, de hogy ez abban bízunk, hogy neked is majd nagyon sok örömet fog okozni, hogyha szerzel... Nagyon szépen köszönöm, Szebi, a barátnőt, és akkor ő is, meg te is, hogyha... Jó, figyeljetek ide. Jó, van, nagyon aranyosok vagytok, köszönöm, nem vagyok most buzi. De most nem örülsz. De kibaszottunk. Nem attól függ. Na hát nekem most nincs kicsit, nem kérek műfasz, köszönöm. De anyádnak miért nem adod, az két pofára zabálja. Ha mű, ha nem. Nem tudom, mert egyébként szerettem volna felhívni a figyelmedet. Nem tudom, tudod-e, hogy anyádat mandingó partikra hordják, azt négy ilyen gorilla kurrogatja állandóan, azt a rohadt dögöt. Nem tudom, hogy nem kéne bele beszélni. Bizony. Érted? Hát, de ettől lehet neki baja? Hát, hogy a passzomba, de. Mert akkor beszélek vele. Van egy betegség, hát, a baszási láz. Igen? Esküszöm neked. Szerintem elkaptam én is azt tőle. És ilyen nagy pupok nőnek a hátáról, te mint hát a tebének. Hát Erzsikeim, te nem kaptad. Csulázik olyat, az meg csulázik olyat, hogy itt a zsalukövet kippet szinte a helyiről. Érted? Azt átváltozik. Hát. És mi a magában nagy paszokat. Milyen gyógyszer jó rá? Erre? Csak egy darab gyógyszer van. De mi, sajnos én mi? Tudom megszerezni. Szerintem nagyon drága. Meg igen? 150 ezer dollár, bazd meg. De most akciós. De olcsóban tudom, ha kell szólj, akkor intézem. Jó, előre akkor kell fizetni, jó? Gyűjtök rá. Azért jó, mondom. Akkor... Szebi, kösz szépen! Ádám, kösz szépen! Figyelj már, öreg, akkor nem tetszik az ajándékunk. Nagyon szép ajándék. Erzsőt, nyomjam abba a nagy szaros lyukadba, te szomorodás. Hát hogy ne örülnék neki, hogy verjem az oda orrodba. Nagyon rendes vagy, de én most ezt visszaadom. Köszönöm. Azért, ha ez nem tetszik, akkor jó, majd a másik dolog, elnézést Erzsébet. Igen. Itt történt egy konfliktus és egy beszélgetés Lajosban. Mi? Itt kiderültek, hogy közöttünk húzódott némi kapcsolat, és hogy ez mi ki volt ez. Ki közötted közötted meg a Lali között? Nem, te is köztem még annak idején. Érted? Mi? Nem hallom jól. Kapd a paszt, semmi. Nem értettem jól. Nem, mert süket vagy, bazd meg. Mindegy, Erzsikeim, de nem fontos. Lórián, kösz az ezret. Ádám, kösz szépen a szubat. Valami már mert meglepetés van bent. Jaj. Micsoda? Maradjál itt ki, mert hozul neked valamit. És még nem akarjuk a meglással. Kettőt szorosan álljon, vagy mi? Gyere, öreg. Ferenc, kösz szépen a szobat. Ez igazából, ez nem a fő meglepetés volt. Ja, ez ami csak egy mellék. A nagyobb meglepetés, az majd ott lesz. Gábor, kösz szépen. Érted? Ádi, nagyon szépen kösz a 20 eurót, nagyon szépen kösz. Csak majd úgy kell bemenni, köszönöm, hogy szépen a szobat, becsukod a szemed. Jó? Hát bazd meg. Én így se látok pár geci szemüveg nélkül. Nem is kell becsukni. Láttam, hogy neked ilyen szürke hályog van a szemed? Az kurva élet. Ki vagyok pakulva, mint az ott időfejű Esmerald annak idején. Azért vak vagyok, mint a Denemér, geci. Érted? Nem mondtam el senkinek. De azt meg lehet műteni, nem? Lehet a gecit. Nem lehet. Így maradok, bazd meg. Te erre csörög a dió egész nap, tudod? Hangok után megyek jobbra-balra, minden. Tényleg ilyen detektor van a fejedben? Az egy detektorra. Én amúgy azon gondolkodtam, öreg, a Peti, minap néztem egy állatos első filmet. Első donáció, Matyám, nagyon aranyos, hogy köszönöm. Hogy vannak ilyen kis, mit tudom én, ilyen gecko, meg ilyen pillangó, meg minden, hogy azoknak a tudósok hogy állapítják Mátyos. Meg, hogy ők például hogy látnak, hogy miket... Mm-hmm. Csinál, hogy csinálja, érted, öreg? Persze, hogy értem, hát hogy ne, bazd meg. Szóval, hogy ezt mi befognak egy pillangót, az... National Lopez grafikot, azt szoktam nézni, azt abban mondja a sok belépkeci, hogy Avela Pardus, tudod, nagyba az izén, az cseppén, vereti neki kettesbe, füstöl a talp, minden lángol a szemöldöke, úgy rongyol, hogy bazeg a bundáját letépi a menetszél a belépkecinek, tudod?
akkor nézem azt a csömös azt. Tévét, az ideg meg a cukor 3000, és akkor föláll a passzom, azt leborítja a gecibe a tévét, az ideg, tudod, mert a sok passzopásot magyaráz, hébe-hóba baromságokat a nagy kukorica fejükkel, hogy a sok buzirudi, ott az cseppén, ahogy rongyol az a csöves geci, kamillázik a izé lapos tányérnyi pupillákkal, érted a gepárt, mert be van kokszozva a köcsög, az ő van borúva a rákba. Verdesi az ideg, be van kokszozva, érted? Vicsorít, geci. Mit hülye gyerek kokszozva? Az édesség kirakatba, bazd meg. Azt mondom neki, kurva anyádban beled passzopó. Hát ne idegesítse, mert jön egy ilyen párduszod, mit mondanék neki? Szétkaplak, mint hülye gyerek a nápolyi csöves geci. Díjra jobb egyes elgurranna. Hát hogy a passzom van, tudod? Azt nézem a múltkor ezt a izét, tudod, a nagy dokumentációkat, hogy hogy van itt a nokedda, hogy rongyolnak ezek a passzibálók, szúgy menne bazd, mint a nyű. Mén a hát nyű. Ezek nagyon tudnak, de egyébként a gepárd csak egy kis ideig tud futni gyorsan. Hát hogyna, rákiesz a gyomrátnek, a szíve leszakad a csövesnek. Hát nem, hát úgy sprintelni, bazeg, mint én a nyugdíjé. Szociális igen, úgy igen. Megyek, bazeg, a kabát leszakad rólam. Hozzá miért nem kell ki a National Geci grafik, hogy szopjam ki azt a nagy raptor fejüket. Érted? Szóval... Megyek be, megnézem, ja, jó van, hogy jó áll van, a meglepetés, maradj jó itt, van. Majd szólok. Jó van, szevasz. Ákos, kösz szépen. Hú, geci. Miről volt szó egyáltalán? Doki, kösz a 400-at. Ákos, kösz a szubot. Hol van Erzsi? Boltba. Nem, szerintem valami történt, valami tréba teztem. Jöjjön oda, mi jöjjön. Nagyon szépen köszönöm a 20 dolót, egyébként nem láttam, srácok, ha valakit kihagytam, ne haragudjatok. Nagyon fontos és nagyon hálásak vagyok a támogatásra, és köszönjük szépen. Időutazásokba. Árpi, kösz a 4 hónapot! Szokerben a bablevesbe pia. Jó napot, uram! Jó napot! Jó napot! Mi a helyzet? Ki vagytok? Sikeresen megérkeztünk a szállami börtönbe, hogy ígértük magának, uram. Köszönöm. Nagyon jól esik, hogy elhoztatok. Hát na, most már megismerheti ezt a részét is az úr. Kérem, kövessen az úri ember, jó? Jövök, jövök. Ne csajozzatok már, meg ne csávózzatok a cseten, gyerekek, mert nem szabad. Egy fél pillanatom, csak meg átvittem. Hát bazd, hogy ráérek, van időm. Tudod. Van ideje? Hát nem. Hát meddig fog itt pusztulni? Hát nem tudom, hát maga döntse, uram. Vagy várjon el, amit a következő ajtónál lesz egy fémdetektoros kapu, jó? Jó, átmegyek rajta. Úristen, tiszta vagyok, mint a patyolod, bazd meg. Üsd meg a rabokat, nem szépen. Jöjjön, uram. Német Gézú. Tedd meg a gyugoborra. Ki vagy pálva? Miért nem lehet? Egy pillanat türelmet kérnék, bocsánat. Egy másodpercet szeretnék kérdezni. Jövök én főnököm, csak annyit kérdezek magától, hogy mennyire leszek fogó itt most? Hát nem tudom, uram, nem tudom. Tízes skála. Van pár, lesz társasága. De nagyon fogói leszek? 20 évre lesz lecsukva az úr, úgyhogy... 20 év? WC-n leülöm pillan pérlábba. Hát sima. Uram, azért ezt már sokan mondták. Jól viselkedik az úr, akkor még talán hamarabb is kiszolgál. Hát én úgy leszek viselkedve, hogy ott még senki nem látott. Ki vagyok viselkedve? Erre? Erre, így van, erre jöjjön. Valaki bekapja. Mit? Füledet? És ezért. A spejzajtó zsenér biztos.
Az hanyos az ügyem, pőnök. Tessék, uram. Hanyos az ügyem. 576-dik. 76-os. Most 576 vagy sima 76? Tessék. 576 vagy sima 76, uram. 576-os. Kilobyte? Nem. Mint régen az üzlet? A sorszám az ügyén. Ja, bocsánat, elnézést. Erre jön. Elnézést, most hogy kérdezek már, mert gondoltam, hogy beállok egyszer a rendvédelemhez. Igen. És hogy IQ-tesztet kell tölteni? Tessék, uram. Te maga süket vagy? Mi a passz? Igen, ne haragudjon IQ-tesztet. Milyen IQ-tesztet? Hát milyen IQ-tesztről beszél? Hát most mondom, hogy próbáltam jelentkezni itt a rendvédelemhez, és hogy IQ-teszt is hát van. Hát de ilyen múlta, hogy fog ide jelentkezni, uram? De most ez egy... kérdezem csak, hogy IQ-teszt is van ilyenkor? A ruháját vegye inkább föl, nagyon gyorsan, jó? Ahelyett, hogy ilyenekre toktál engem. Tehát most komolyan kérdezek magától. Hol a ruhám? Mert maguké biztos nem lett pozitív. Odaadtam magára. Bazd meg. Ja, bocsánat, igen. Nekem tudja, mit adott maga? Ideget, maximum. Semmit nem adott nekem. Köszönöm. Merre kell menni? Na, megvan, uram. Miért? Miről beszél? Semmiről, ne beszélgessünk magával, van beszélni, bazd meg, mint a... nem tudom, kivel beszélnék. Hát megvan magad kukulva. Hát magának biztos nem lett pozitív az IQ tesztje. Erre kell menni, uraim. Viszlát. De Florian, nagyon szépen kösz a két rongyot. Gondolom, erre kell menni, igaz? Inkább meg se szólaljon a bazd meg, mert van hülyék, mint a segg. Jó napot, passzopók! Mi a helyzet, csömese? Térdre, pő, megjött a iszi... Mit szurkázta meg, tedd be magad takarékra? Az anyádat, gyere te passzopók! Jöjjön, ne beszéljen! Le a korláton keresztül, pampuk, jött el. Haladjál már! Hát haladjuk. Majd a szájba pingolok, csömes, geci. Szájkaraté helyett a járásoddal szaporáznád. Na azaz, az is megy el, az szaporál is. Erre menjek, uram? Erre, merre jöttünk? Ha tudja, passzom, onnan jöttünk. Na menjen, uram. Hát együtt sétálni már szúr az oldalon. Jöjjön már 627-es vagyent. Nem dumáljon. Hát akkor jöjjenek már. Nem megyek. Nézze meg, milyen sportemberrel áll szembe. Pám, pám, szaladok jobbra, balra, minden. Jöjjön. Itt vannak a látogatók. Jó napot kívánok! Kapnak 10 percet, jó uram! Köszönöm. Ó, Jack! Maguk kicsodák, soha nem láttam magukat. Mi az, hogy sose láttál minket? Örülj, hogy valaki bejött. Szia! Hát, ne páradjatok. Mi a helyzet? Minden jó? Persze, jó, hát jó vagyok. Hát veled mi van? Hát semmi, minden pasza. Izében, kajaban, piac, szügi, minden. Érted. És miért van itt most bent a... ez a börtön? Dehogy börtön. Ez a pornósztároknak az elzárt szigete, ahol csak a pornósztárok... Azt miért jöttél be? Mi az, hogy pornósztár? Gondolom, legnagyobb karaj vagyok. Érted? Csont nélküli. Ne higgyen neki, Frank. Már 4-5 000 a Tesco a kilója. Az vagyok én. Karaj nélküli csont. Így hívnak bent. Asztó. De jól áll ez a szín amúgy. Hát, figyelj, csak dudorodik a virsli. Tudom, hogy hiányzik. Az engem nem érdekel. Ja, persze, az ömlik a nyál a papádból, te rohadék. Nem. Kívánsz a anya, nyálattól? Nem értem amúgy, hogy miért hiszed mindig azt, hogy én rád vagyok gerjedve, holott nem. Látom, ott van neked a Lucy, meg a... ki van még ott? Mindenki, bazd meg. Hány nőd van, bazd meg, olyan vagy, mint a... Én megint féltékeny vagy. Nem, én nem vagyok féltékeny. Mire legyek féltékeny?
Tudjátok mi abban? Ki vagytok büszkülve? Bejöttetek ajándék nélkül. Hol van az ajándékom? Azt minek adjak? Be se engednek, hogy hozzak ajándékot. De ide jöttétek popátban, minden nélkül. Hát... Szégyed? Hát én mondtam, hogy hozzunk ajándékot. Na látod, milyen rendes a kis buzi? Ő legalább gondolta. Na, befejezted, nem buzi. Most nem... Jó, azt majd... De nem azt... vagyok buzi. Mert mit jelent a buzi? Amúgy is, itt ezen nem lehet átadni semmit. Nem. Hát de le tudod tenni a sok passzopolnál ott kint, azt beadják a csicskák, vágod? És mit be... szeretnél? Mit hozzunk Szigi be? Szigigyupa, hamutartó, kaja, pia, minden játszik. Műpinát ne hozzunk. Hát minek ha, az? Mi az, hogy műpina? Ja, semmi. Ja. Nem kell műpina. Rapsnizok, érted? Ja, jó az. De és szappant? Az se kell. Hát akkor... Mondom, cigikkel... De akkor hogy fűtél? Hát de azok nem értelmes dolgok, érted? Abban nem elégíted ki magad. Te neked látod anyád egy ilyen, állandó csak a passzol járóz össze. Ezért nem tudok téged nevelni normálisan. Ez mi probléma? Te, vágod? Azért vagy ilyen szalajtós kis buzi. Mert ilyen izé torokülött anyádban. Ebben mi a probléma amúgy? Szerintem minden nő így van ezzel. Most ezt jó, nem először értem. Is kezdjük előről. Köszönjétek meg, hogy meglátogattatok. Köszönjük szépen, hát hogy meglátogattuk. Hát meg szerintem. Nincs ezt neki kéne megköszönnie, hogy itt vagyunk. Örülök, hogy lehetőségetek volt rá. De hogy se a Lucy, se a Roxy, se senki nincs itt, csak mi vagyunk itt, mert mi vagyunk ilyen hülyék, hogy jövünk. Az igazság, tudod mi az igazság? Hogy mindenki egy büdös passzopó. Na. Látod? Azt a... Ez az igazság. És ez most meg is mondtam. Látszik. Hol vannak itt a látogatások? Hol vannak az ajándékok, a gondoskodás, a szeretet? Ha, kurva anyátokat. Itt te is izé örülj, bassz meg, hogy itt vagyunk. Figyelj csak, te is izé katasztrofa turistáskodsz. Tapsod, dörgölöd a lyukadat, hogy végre én börtönben biztos, vagyok, te büdös köcsög. Kimegyek, hallod, a szart engem... kiverem belőled, dagadt kurva. Én pont leszarom, hogy te hol vagy, hogy most van. A börtönben vagy, vagy idekint vagy. Hát engem hidegen hagy. Attila, kösz szépen. Semmi közöm nincs hozzá, a barátnőmnek a párja vagy, ennyi, az kész a Lucynek. Ja, semmi más persze. Közöm nincs hozzá. Szóval amikor ott füzögettél a parkoló, hogy bevedd az izét, egy tyúkszem rácsípni. Arra nem emlékszem. Mikor? Nem így volt? Te ne hazudjál, te! Miről beszélsz? Anya, te szerelmes vagyok? Van, nem le. Vagyok, nem. Az étterem előtt ott könyörgött. Pár hadszagoljam meg, meg ilyenek. Mondom, félre hát, te! Hát egy azt álmodtad szerintem érted? Valahol. Ah, persze, hazudsz. Te annyira tévúton vagy velem kapcsolatban ezekkel a dolgok. Igen. Énekeljed? Énekeljed, mert popán hoztad. Nem ismerem ezt a zenét, bocs. De mit ismersz akkor te? Tévúton járok. Mi az zenét ismersz? Én? Nem, hát... az anyád. Ja. Én szeretem az apát. Mama, miért tudod? Az ilyen... Here we go, bugle. Mama. De szar. Na jó van. Na akkor mit hozzak? Be. Mit hozzak amúgy? Na akkor hozom. Jó? Mi kell akkor? Mit kell behozni? Na jöjjön, 600 a szortes. Szappa, műpunci. Az nem kell, cigi kell, meg ilyenek. Haladjon! Jó. Szevasztok, köszi szépen! Szevasztok, csicske! Haladjon! Azt megköszönte, hallottad, Frank? Igen. Meg kell írni. Sok a rizsa. Hallgass meg. Megismerheti majd a... kedves társait, jó? Nagyon szeretik amúgy a friss, ropogós húst. Na majd akkor adok a szájukba, mert magának is jöjjön, kell. Szóljon, adok magának is a ropogni fog. Gyere kolléga! Milyen jól néz ki ez a ső. Erre ugyanarra kell menni? Haladjon. Ugyanarra. Passzolgat a fületekbe. Álljon már meg. Igen. 627-es utána jöjjön. Erre. Ja. Csak megnéztem, hogy mi a helyzet. Kövessem. Ott szaladt a spárduc. Meg mit adnál már, Geci? Srácok, meghoztam az újnyon. Szokás, hogy moslékot. Jó estét, lerágott kutya bőrdi. Jó estét, kiváló. Tiszteletem az uraknak. Nem tudom, hogy kére valaki paszt. Na tudok adni. Te fogsz kapni mindjárt. Miről beszélsz, te csicskogeci? Ezt jegyezd meg jól!
Figyelj, szottyat húz! Ezt jegyezd meg, nagyon így szoktad újjazni magad, mi buzi vezér? Nem, így fogunk téged újjazni. Tehát megbasztok titeket egy rakásba. Verébarcol. Ember is mondta, teszem, hogy asszony. Nehogy téged valaki szájba basszon, és az én leszek. Azt a kurva. Barkat nem fonnyad még le. Kérdezd meg anyádat, ő tudja. Még emlékszik rá? A rohadt dögemű? Hát a születes rab. Te nem kapsz nem kaját. Figyeljetek meg, de gyere ide, te csücska, szedjél neked. Meg kell verekedni a kajáért. Tartós tejet ne vegyél, öreg. Na úgyis kiszínált belőlem, mi? Te rohadt. Azért a hátad mögé, figyeljél oda. Figyeljetek meg, de. Te kell a fal fele. Itt a kajád. Te beleköptél, ha? Bele hát. Jó, van, szóval. Na idehozod, akkor be... Tarok egyet. Beléd is beléd, vigyázzál. Figyeljetek már, de most értem, hogy itt nagy miampik vagytok meg minden, de öreg pasz kell a picsátoknak, hogy mit beszültök, mint Jézus a kereszten. Mit kell idegeskedni? Szeretjük a friss öreg picsa kell a faszunkat. Mondjuk te nem az vagy. Csak akkor basszátok segbe egymást. Meg is érdemlítek. Hosszú haja lehet tépni, dik hátulról minden. Gyere, próbáld meg tépni, te csicska. Bármikor. Kaptok egy brióst. Na, egy hét múlva megnézem, mit csinál az öreg. Itt fog mosogatni bent. Hallod, buzi Rudi, kínálj meg egy cigivel, ne kell, hogy szájba basszolod. Egyetlen ne, tessék. Mit akarsz te füstölni, ember? Na, senki nem vagy egy kérdegezik. Kézzel találkozom, mondtam öreg. Tudjátok be a pofátokat, mert nem lehet hallani. Kézzél magatra. Zajzóba vigyázzál. Basra lesz húzva. Mert mi lesz? Leszoptok? Lepogtok, azt leszoptok, hogy mi lesz? Köszönöm szépen a cigarettát. Figyelj csak, gyere már ide, a szőke. Milyen szőke? Te agyilag zokni vagy? Holnaptól, amit én mondok. Ha nem, igen, azt meg fogod bánni. Addig vered a passzom, míg el nem sírom magam, vagy mi lesz? Majd meglát. Ah, pusztuljatok meg. Meglátod, meglátod. Nektek mozogtam. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok a mai adásban. Nagyon szépen köszönöm, batalászolok a 333-at. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Flórián, köszönöm az 545-öt, Attila, a Szubot. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Srácok, köszönjük, hogy itt voltatok, holnap találkozunk ismét. Jó pihenést kívánok én nektek, remélem tetszett a mai adása. Igen, nyomjatok egy lájkot. Puszi, puszi, nyálcsere.